úgy uh, gyerekek, ez egy szteroidozott mindfulness, tehát hogy ezt olvasni is nehéz volt. Igazából részben azért is vártam nagyon ezt a beszélgetést, mert érdekelne, hogy ez hol éri meg. Ugye azt mondják, hogy a buddhisták meg az ázsiak ott ülnek, hogy ez egy passzív állapot. Pont a szingapúri kísérlet azt mutatta be, hogy amikor teljesen elcsendesedik minden és ez a hétköznapi zaj véget ér, és ugye az, azok az érzelmek is kezdenek kiegyensúlyozódni, amik az álmokat generálják, a, ezeket a különféle történéseket, látomásokat generálják, egy hihetetlen aktív állapotba kerül a rendszer, és regenerálódnak az agysejtek. Azt hiszem, hogyha valamitől igazán félni kell, jelenleg, az nem a mesterséges intelligencia, maga, hanem az, hogy mit tanítjuk. Most az AI ismételni és imitálni tudja az érzéseket, a tud reprodukálni érzéseket, de egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon van-e érzése. Tehát, hogy ő ismétele megtanul, nagyon gyorsan fel tud fogni dolgokat, de hogy, hogy van-e érzés, pedig a megvilágosulás meditáció az érzés alapú. És én ezért tartom, én, én sokkal veszélyesebbnek látom a helyzetet. Én ezért tartom nagyon fontosnak a meditációt, hogy, hogy rájöjjünk arra, hogy mi az, amivel mi többek vagyunk. Mert ha nem tudunk arra rájönni, hogy mi az, amivel többek vagyunk, akkor alatta vagyunk. Ez a Te Podcastod. A műsorvezető Szűcs Viktor. Sziasztok! Yuval Noah Harari, izraeli történész professzor, aki elsősorban az emberiség történetét és jövőjét vizsgáló beszellereiről ismert. Amikor kitart a Covid, akkor kezdtem el olvasni a könyveit, és egy tévés munkatársammal, Sipicki Ankával sokat beszélgettünk az olvasottakról. Harari 21 lecke a 21. századra című könyvének végén az emberiség múltja, a jövője és a minket magunknál akár jobban is kiismerő mesterséges intelligencia után leírta, hogy a tudományos frustrációkból ő Vipassaná meditációval jön ki. A mai adásra meghívtam a vipasszana egyik legnagyobb hazai szakértőjét, Cser Zoltánt, aki a Tankapuja Budhista Főiskola tanítója és a Tankapuja Budhista Egyház igazgatója, és volt munkatársamat Sipicki Jankát, aki IT projektmenedzser. Köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönjük, köszönjük a kedves hallgatókat. Megpróbálom összefoglalni, hogy mit írt ezzel kapcsolatban Harari, és utána kezdjük a beszélgetést. A professzor szerint az a kifejezés, hogy önmagunk az egy fiktív történet, amelyet az agyunk folyamatosan ír, frissít és átír. Ez a belső mesélő időnként téved, de az ember ritkán ismeri fel ezeket a hibákat, és saját emlékeit, traumáit úgy rendezi, hogy azok harmonizáljanak a megalkotott önképpel. Buddha tanítása szerint az élet három alapvető igazsága az, hogy minden folyamatosan változik, nincs állandó lényeg, és semmi sem nyújt tartós kielégülést. A szenvedés abból ered, hogy az ember megpróbál örökké való értelmet találni önmagában, és ezért olyan dolgokhoz kötődik, amelyek nem léteznek. A valódi önismerethez el kell fogadni, hogy a gondolatok és érzések múlékonyak, és nem az igazi énünk részei. Ha ezt felismerjük, megszabadulunk a szenvedéstől, amelyet az okoz, hogy állandó történeteket akarunk kreálni saját létezésünkről. Harari tizenéves korában zavart volt és nyugtalan, nem látta értelmét a világnak és nem kapott választ az élettel kapcsolatos nagy kérdéseire. A környezetében lévő emberektől és az olvasott könyvektől csupán bonyolult fikciókat kapott. Vallásos mítoszokat istenekről és mennyországokról, nacionalista mítoszokat a hazáról és történelmi küldetéséről, romantikus mítoszokat szerelemről és kalandról, és kapitalista mítoszokat a gazdasági növekedésről, és arról, hogy hogyan tesz boldoggá a vásárlás és a fogyasztás. Az általa fikcióknak tartott dolgok láttán fogalma sem volt, hogy hogyan találhatná meg az igazságot. Az egyetemen nem kapta meg, a tudományos világtól csak ahhoz kapott eszközöket, hogy lebontson minden mítoszt, amit az emberek valaha alkottak, de kielégítő válaszokat az élet nagy kérdéseire ez a világ sem nyújtott. Végül egy barátja javasolta, hogy próbáljon ki egy vipasszonál meditációs tanfolyamot. Azt hitte, hogy ez is egy misztikus fikció, de amikor rávette magát, hogy kipróbálja, rájött, hogy mennyire gyakorlati az oktatás, ami főleg a lélegzetre való koncentrálást takarta. Amikor az ember felteszi az élet nagy kérdéseit, rendszerint egyáltalán nem érdekli, mikor áramlik be az orjukain a levegő és mikor ki. Inkább olyan dolgokat szeretnénk tudni, hogy például mi történik velünk a halál után. Pedig az élet tehát igazi rejtélye nem az, hogy a halálunk után mi történik, hanem hogy előtte mi zajlik. Ha meg akarjuk érteni a halált, meg kell értenünk az életet. Az emberek azt kérdezik, csak úgy megszűnök létezni, amikor meghalok? Vagy amennybe jutok? újjászületek egy másik testben? Ezek a kérdések azon a feltételezésen alapulnak, hogy van egy én, amely születéstől a halálig megmarad, és a kérdés az, hogy mi lesz ezzel az énnel, amikor bekövetkezik a halál. De mi is az, ami születésünktől halálunkig megmarad? A test minden pillanatban változik, az agy is minden pillanatban változik, és az elme is minden pillanatban változik. A tanfolyam során nem csak a légzés megfigyelésére tanították meg Hararit, hanem az érzetekére is a testünkben. A legfontosabb dolog, amire rájött, hogy a szenvedése végső forrása saját elméje mintázataiban rejlik. Ha akar valamit és nem történik meg, az elméje válaszul szenvedést generál. A szenvedés nem egy objektív, a külvilágban létező állapot, hanem az elméje által adott mentális reakció. Ennek belátása az első lépés afelé, hogy a szenvedésnek ez a generálása egyszer abba maradjon. Első tanfolyama óta napi két órát meditál, és minden évben elmegy egy meditációs elvonulásra is. Ez nem menekülés a valóságtól pont, hogy így kerül kapcsolatba azzal. A történetek arra szolgálnak, hogy nagy létszámú embert egyesítsenek, ezzel erőt halmozzanak fel, és megőrizzék a társadalmi harmóniát. Létfontosságú szerepük abban, hogy milliárdnyi éhes ember jól lakjon, illetve ne essen egymás torkának. Amikor az emberek megpróbálják megfigyelni magukat, rendszerint ezeket a készen kapott történeteket fedezték fel. Egy bizonytalan eredményű felfedező út túlságosan veszélyes volt, és a társadalmi rend aláaknázásával fenyegetett. A technológia fejlődésével két dolog történt. Először is, ahogy a kőbalták fokozatosan atombombákká fejlődtek, egyre veszélyesebb dologgá vált destabilizálni a társadalmi rendet. Másodszor, ahogy a barlangrajzok fokozatosan tévéműsorokká fejlődtek, egyre könnyebb lett félrevezetni az embereket. Lehetséges, hogy a közeljövőben az algoritmusok végigviszik ezt a folyamatot, akár lehetetlenné téve az emberek számára, hogy megfigyeljék a valóságot magukról. Az algoritmusok fogják eldönteni, kik vagyunk, és mit kell tudnunk magunkról. Néhány évig vagy évtizedig még lesz választásunk. Ha veszük a fáradtságot, még vizsgálhatjuk, hogy kik vagyunk. De ha élni akarunk ezzel a lehetőséggel, akkor jobban tesszük, ha már most hozzá kezdünk. Hát kezdjünk hozzá. Mit szóltok? ez az összefoglalóhoz Nekem nagyon tetszett, mert a valóságkeresése azt szerintem az a legértelmesebb dolog, amit az ember az életében tehet, és az is lehet látni, hogy nála mind a két típus megtaláltó, nyilván humán érdeklődésű, tehát nem egy, nem egy elméleti fizikus, vagy egy fizikai laborban dolgozik, tehát hogy azért az emberi tudat és az emberi tudattal kapcsolatos működéseket kutatja, de ugye az egyik vizsgálódási lehetőség, ez az úgynevezett, amit objektív valóságkeresésnek nevezünk, ez az, amit a mai, hát én a tudományt egy vallásnak hívom, ezt, ez azért teszem mindezt, mert ö, például a, a vizes palackra, ami rá van írva, az jó atyám, aki egyébként ö, biokémikus és elég, elég nagy doktor, meg egyebek mondta, hogy még ő se tudná ellenőrizni, hogy tényleg az van-e benne. Tehát, hogy ma azért például nincs otthon gyorsítom, tehát nem tudom ellenőrizni, de milyen érdekes, hogy mindenkinek lenne otthon egy gyorsítója, és akkor ott elektronnal lövöldözni a buborék kamrát, tehát nem tudjuk ellenőrizni a legtöbb, tehát hitalapú ma a tudomány, hiszen otthon nem tudom ellenőrizni azokat az eredményeket, amiket vagy elfogadok, vagy nem. Viszont ugye az objektív valóságkeresés az azt jelenti, hogy kísérlet alapú, számosság alapú, megismételhetőség alapú, eszköz alapú módon vizsgáljuk a valóságot, és a vipasszaná, vagy a meditáció az meg szubjektív valóságkeresés. Tehát tulajdonképpen, hogyha a meditációnak, a meditációnak az értelmét meg szeretnénk érteni, akkor tulajdonképpen ez egy valóságkeresés, ahogy ő ezt így említi is, hogy ez nem elmenekülés a világtól, hanem szembenézés vele, csak subjektív módon, tehát nem eszközökkel vizsgáljuk a valóságot, hanem a saját tudatunkon keresztül, a saját érzéseinken, saját gondolatainkon keresztül, meg azon túl is, ahogy ő is leírja, hogy ne higgyünk az érzéseknek, ne higgyünk a gondolatoknak, hanem egyszerűen a megfigyelés, a tiszta megfigyeléssel jussunk egyre mélyebbre és mélyebbre. És ez egy távlat lehet, amit, aminek ő a példája, hogy, hogy a tudomány és a, tehát az objektív valóságkeresés és a szubjektív valóságkeresés az, az igenis nagyon jó, hogyha együtt tud működni. Úgyhogy nekem ezért ebből a szempontból kifejezetten tetszett. Nagyon fontos az, hogy, és itt az objektív és szubjektív valóságra is reagálva, ahogy Zoli is mondta, ezt az objektív valóságot nincsen annyi mérőeszközünk, időnk, lehetőségünk, hogy, hogy ezt valójában ö, fel tudjuk mérni. Nyilván a tudomány mindent megtesz ennek érdekében, amennyi információt lehet, annyit annyit begyűjtünk, de én szokták mondani, hogy egy dolog biztos az a változás, és, és ebből a szempontból tényleg nagyon fontos az, hogy saját magunk valóságát viszont megtaláljuk. Annyi behatás ér minket minden nap, minden percben, rengeteg emberrel találkozunk, Rengeteg minden történik velünk, hogy egy dologba tudunk kapaszkodni igazából, annak érdekében, hogy, hogy valóban a saját életünket éljük, hogy mi kik vagyunk, mi a mi valóságunk egy adott szituációban. Magát a stabilitást az pont abban találod meg, hogyha a saját változásaidat elfogadod, megérted, megismered. Azért az eléggé furcsa világot eredményezni, hogyha az emberek tényleg mindent megkérdőjeleznének. Mert most arról is eszembe jutott ez konkrétan, amit mondta Zoli, hogy a tudomány is egy hit, mert igazából a laposföld hívők is ebből indulhatnak ki, tehát számukra ez egy jó táptalaj, hogy, hogy a laposföldben higgyenek, mert ugye az emberek többsége önmagának nem tudja bebizonyítani, hogy a föld nem lapos. Tud, tud mindenki utazni szabadon, hogyha a pénztárcaján megengedi. Repülhet nagyon sok felé a világban, de, de akkor sem fogja azt látni, hogy a föld gömböly vagy geoid. Nem, nem vezet ez félre, hogyha, hogyha a tudományt is hitnek, gondoljuk és mindent megkérdőjelezünk? Hát igen, ez attól függ, hogy mennyire a stabilitásunk az az úgynevezett valóság, vagy a, vagy a kimondott, vagy a kívülről jövő valóság. Én inkább az egyensúlyt látom pozitívnak, tehát hogy a belső valóság, külső valóság, most hogy belegondolunk abba, és ezt tudjuk ezt a szlogent, hogy a történelmet a győztes hatalmak írják, akkor meg azt is, hogy soha senki nem látott még csatát kívülről. <laughs> Tehát az belülről, az mindenkinek az egyéni élete. Tehát a történelem az azért egy érdekes dolog, mert egy olyan, mint hogyha egy ilyen, ilyen egyéni valóságok összegzése lenne valamilyen szempontból. És igazán ezzel nincsen gond, mert hiszen valamilyen történet történt, de például az egy érdekes kérdés, hogy ma mi történik? Tehát ma mi történt? Tehát az tényleg az történt, ami a hírekben van, vagy az valaki egy bizonyos szemszögből úgy döntött, hogy ez a, a történet. És a Vipasszana az egy olyan módszer, ami megpróbál egy ilyen nagyon széles körben rálátni a, a, zajlásokra, a történésekre, és nem csak arra, hanem azt is, hogy ki látja a történést. Tehát ugye, ugye, ez a nagy kérdés, hogyha ha én megállapítok valamit, akkor azt én törvényszerűségnek gondolom, és azt gondolom, hogy azért törvényszerűség, mert 200-szor megismételtük, mi vagy meg a 201 egy egyszerre nem így történik, és viszont azt is érdemes megnézni, hogy ki látja azt, és hogy mi a funkció, és én, én igazán a, a mai dolgoknál én mindig funkciót keresek, tehát én azt nézem, hogyha valaki, tehát mit tudom, találkozik az ember egy másik emberrel, meg akar győzni, akkor én megkérdezem, hogy nekem mire jó, miért jó az, hogyha én azt elfogadom. Tehát uh, nyilvánvaló, hogy, a, hogy kívülről indulunk befelé, tehát ez a, hogy nézel ki kisfiam, és akkor mondom, hogy nem, én nem kinézek, hanem be, tehát ez csak így szertem. de hogy konkrétól indulunk. Tehát az elvitathatatlan, hogy fizikai test létezik. Az konkrét, az megfigyelhető, elvitathatatlan, hogy légzés létezik. Tehát a, azért érdekesek ezek a módszerek, mert itt egy, egy, egy nagyon konkrét tényezőtől indulunk. Tehát nem az, van, hogy ezt tagadjuk. Tehát nincs, ugye ez a, van a Balaton tagadóknak a közössége. Egyébként meg erről visszatérve a földre, meg a nagybátyám ugye hajós volt, és háromszor ment körbe a földön vagy átesett, vagy valami történt vele, de ugyanoda tért vissza, és mondta, hogy, hogy a harmadszor a klaustrofóbiája kezdett kilakulni. Ugye a tengerjáró járó hajókon háromszor ment körbe, és azt mondta, hogy olyan megdöbbentő érzés, hogy, hogy az ember visszajut ugyanoda, hogy nem nagyon van fejlődés, körbe-körbe járnak a dolgok. Tehát természetes, hogy, hogy próbáljuk az univerzálékat valahogy megtalálni, de, de a, ezek az ilyen úgynevezett ilyen nem univerzális törvények azért nagyon-nagyon e, ilyen síkos jég, meg nagyon ilyen, e, ilyen, repedező, és hát azt lehet látni magában, hogyha valaki tudománytörténettel foglalkozik, hogy ilyen egészen biztosnak tűnő paradigmák hányszor omlottak össze. Tehát szerintem az egy nagyon jó dolog, hogyha az univerzálékat keresjük, tehát az, hogy például, hogy miért van tömegvonzás, hogy néz ki a tömegvonzás, vagy, vagy nem, nem, úgy néz ki, és a többi, és aztán megkeressük azokat a funkciókat, hogy ezeket a törvényeket hogyan használhatjuk jól. Yeah. <laughs> törvényalkotásnál is azt lehet látni, például a buddhizmus az precedens alapú törvényalkotást alkalmazott, tehát voltak esetek, nem volt semmilyen szabály elertendően a, a szeretési közösségben, és mindig történtek valamik, mert senki nem tudta járni a középutat. És akkor arra jött egy szabály, hogy na jó, hát azt hogyan lehet akkor kibillenteni, tehát ö, ilyen értelemben vannak olyan szabályok, meg akár törvényeknek is nevezhetjük, aminek a funkciója az, az elég jól körülhatárolt. Ma az a kérdés, hogy nagyon sok olyan szabály, törvény, stb. leírás van, aminek én nem egészen értem a funkcióját. Tehát én inkább, de én értem, amit kérdezel, hogy, hogy fölrugni mindent, ha figyelünk, akkor elvileg egy után nem rugunk föl mindent, hanem, hanem a fölösleges dolgokat próbáljuk elengedni. És akkor maradnak azok a, azok a akár ilyen törvényszerűségek, amikkel jó együtt élni, tehát azokat nem jó annak fejjel neki menni. Tehát, hogyha megnézzük a környezetszennyezést, tehát a gömbölyű a föld, akkor meg lapos is, akkor sincs hova leessen, tehát nincs egy nagy szemetes kuka, ahova ki lehet vinni. Tehát ez egy olyan dolog, amivel, amivel szembesülünk. Már most is, meg fogunk is egyre inkább, hogy, hogy ez, egy, ez egy zárt rendszer. És akkor ez egy, ki lehet mondani, akkor ez egy szabály, ami alapján jó élni, meg jó figyelembe venni. Janka, te mennyire lepődtél meg, amikor így Harari-t olvastad, és a tudományos, komoly könyvek közül a harmadiknak a végén hirtelen Harari e, témát váltott, és, e, és így a meditációról kezdett el írni? Nem igazán. Összintén szólva egyáltalán nem lepődtem meg, pedig azért, mert Harari, aki holvas hararit, azt szerintem érzi a, a könyveiben, ahogy ő mesél, hogy ő azért egy nagyon filozófikus történész, aki, aki nagyon sok mindent, nagyon sok szempontból át, A motivációt én, én azért szeretem nagyon őt, mert azt gondolom, hogy az ő könyveiben nagyon sokat fel lehet fedezni arról, hogy adott korszakokban mik voltak az emberi motivációk mi miért történt, és ebből nagyon sokat, nagyon sokat lehet tanulni, hogy ő ezt megpróbálja felfejteni. Az most egy másik kérdés, hogy az ember ezzel egyetért, hogy valóban az-e, vagy nem, vagy igazat adunk-e neki, vagy sem. Örültem neki, hogy emögött, emögött van valami olyan plusz dolog, amire annyira nem számít az ember, és egy kicsit belátást is enged az írónak az életébe, és egy olyan dolgot promót el, mondjuk így, amit nagyon fontos lenne a mai világban nagyon is elterjeszteni, hogy az, hogy önmagunkra reflektálunk, az, hogy önmagunkról gondolkodunk, és adunk saját magunknak időt, hogy ne csak állandóan járjon, a, járjon az agyunk, hogy ez egy fontos dolog, és igazából meditáció, nem meditáció, felülök a motoromra, megyek két kört, mindenkinek más az eszköze, tök jó, hogy Harari bemutatja azt az eszközt, ami, ami neki ebben segít, és, és leírja azt is, hogy, hogy ez milyen hatással van az életére. Zoli, te amúgy harari ismered, vagy? Kézzétek ennél, Én egy Na. műveletlen tuszkó vagyok, figyeltem jöttem az erdőből. Egyébként ez tényleg ilyen kicsit egy ilyen volt, amikor én elvonultam, meg voltam ilyen egy ideig szerzetes, akkor hát azért az ember így kilép a civilizáció világában. én elégettem a papírjaimat, tehát nekem semmilyen identitástudatom nem volt papíron egy ideig, sokan teljesen hülyének is néztek, úgyhogy amikor én visszatértem úgymond a világba, akkor így sok mindent így a nagy, nagyjából nulláról kellett kezdeni. Rögtön visszacsöppentem ugye a felsőoktatásnak a világába, ami sokké sok volt ezek után. Úgyhogy én nem ismertem, én úgy ismertem meg, hogy írtál, hogy ki lesz a beszélgető partnerem, nem neki néztem utána, mert nem vagyok ilyen spion típusú, hanem elkezdtem a Hararinak, hogy hogy, hogy került a meditációhoz, és ugye Számomra a történelem az ugye egy fiktív dolog. Tehát ugye most ebben a pillanatban lényegében azt nem tudjuk bebizonyítani, mi történt 5 perccel ezelőtt. Emlékek vannak róla, lehetnek róla olyan adatok, írásos akár bizonyítékoknak nevezhetjük dolgok, ami szintén szubjektív, mert hiszen aki leírta, az is szubjektíven látta, és nekem azért tetszett ez a hozzáállás, mert én a történelmet is úgy szoktam hívni, hogy a ilyen globális emléktükör tehát a tükör, amiben belenézünk, és hogy a történelemnek ugye a funkciója, hogy valamilyen irányba mutasson, volt, egy rába közben egy nagyon nagy tudós, azt hiszem Bendes Józsefnek hívták, jól emlékszem, igen, a nem tudós nagy Ferenc volt, aki azt mondta, hogy a, a, jól megalkotott történelem az egy jól megalkotott fiktív múlt, amiből a jelenen keresztül egy jó irányba vezető jövő lehet. És ezért van az, hogy minden országban, hogyha elmegy az ember, más Ugyanaz a személy máshogy jelenik meg. Minden ország a saját történelmét írja, vagy vannak ilyen globális történelmírók. A problémát én abban látom, amikor valaki azt mondja, hogy ez így történt. És nem azt mondja, ahogy a Harari, hogy bennem így történt. Nekem így történt, és én figyelem azt is, akinek így történt. Tehát én ezt ez, ezt egy intelligenciának gondolom, amikor valaki önreflexiót tud alkalmazni, tehát nem azt mondja, hogy én rájöttem, és bizonyítom, és ez így történt, mert, mert a jelen pillanatban van a történés egyébként, a többi az, hogy a múltban mi történt, az valóban szubjektív nézőpont stb. és a többi, és vele, valaki meri venni a bátorságot, hogy rátekint arra is, aki úgy gondolja, hogy ez így történt, és van egy olyan példa, egyébként ez nagyon megdöbbent, hogy volt egy olyan, hát talán etológus volt az illető, aki ugye a darwini fejlődés elméletből kiindulva rájött, hogy van egy hiányzó láncem a pillangók között. És az egész életét ezzel, tehát ezzel foglalkozott, hogy ott kell lenni egy ilyen pillangónak, és azt hiszem valami 60 vagy 70 éves korában megtalálták azt a pillangót egyetlen egy darabot. És akkor megnyugodott, úgyhogy békében halt meg érdekes történet. csak az jut eszembe, hogy szerintem nagyon sok ilyen egy darabot meg, meg lehetne, meg lehetne mostanában találni, nagyon sok folyamatban, igen, ami így... van, vannak ilyen hiányzó pár darabok. Igen, és meg az, hogy a, hogy a teremtő képességgel bír. Most ez egy jó kérdés, hogy akkor ő, ugye benne gyakora hiány volt, hogy az létrehozott egy, egy, egy darab jellepkét, se előtte, se utána nem találtak ilyet, vagy hogy van ez az egész, és akkor ez megint egy valóságkeresés téma lehet, hogy, hogy vajon a jelenségvilág az hogy működik. De mennyire elhivatott, hogy, igen, igen, nem, nem, csak igen. ő találta ezt meg, hanem az egész világnak megtalálta az ő hiányát. Az az egyet, igen. igen. Na hát térjünk rá a, a, a meditációra magára. Ugye mivel pont, hogy a, a könyvhöz képest is valamennyire Oké, okay, Janka, te nem lepődtél meg, de te is mondtad, hogy azért meglepő dolog. Tehát, hogy következik belőle, de mégis azért egy kicsit más irányba terelődik. És, és a meditáció azért kevésbé tudományos, nyilván nem a tudomány foglalkozik a meditációval, ezért így megfogalmazódhat az emberek fejében, hogy, 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 hogy hát igazából mit lehet azoknak mondani, akik szerint a, a meditációnak nincs értelme. Nincs is neki, úgyhogy semmi, tehát nem kell meggyőzni senkit. Viszont, hogy mennyire tudományos ma a meditáció, elképesztő mennyiségű kutatás van. A legutóbbi az egy szingapúri kutatás volt, ahol 16 ezer órát, rendelkező jogikat kértek föl, őszentségét a dalai kérték föl, hogy, hogy egy-két ilyen gyakorlót az biztosítsanak, itt vizsgálhatnak. És nagyon egyszerű gyakorlat volt, az együttérzés, ez a karuná gyakorlata, amikor amikor egyszerűen csak egy ilyen pozitív attitűddel, egy segítő attitűddel megpróbálja az ember érezni, hogy mi van a környezetében, együtt érezni a dolgokkal, és hát ilyen tudományos áttörés volt, mert ugye az eddigi elképzelés az az volt, hogy 26 éves korunktól ugye az agysejtjeink halnak ki. Tehát ugye szokták mondani, hogy a rövid élet gyakorlatoknak a lényege az alkohol mennyiség, mert ugye minden ilyen izé az kiöl egy jó pár agysejte. tehát tulajdonképpen 26 éves kortól, hogyha most az aggyal azonosítjuk a gondolkodásunkat, akkor hülyülünk, és kiderült is szaporodni tudnak az agysejtek. Ugye ezek a jogik, gyakorlók, ők 26 éves kor fölöttiek voltak, nyilván 16 ezer óra az nagyon-nagyon sok, tehát az tényleg egy, közel egy fél élettapasztalat. És ugye azt vették észre, hogy a, az elképzeléssel ellentétben egyrészt, amikor egy ilyen nagyon egyszerű meditációs állapot van, akkor olyan az agy aktivitása, mint egy karácsonyfa. Tehát, hogy nem a gondolkodás az, ami az agyi aktivitásoknak a legnagyobb impulzus mennyiségét adja, hanem valami egészen más. Tehát ez volt az első meglepő tényező, hogy, hogy azt gondolták, hogy egy nagyon periférikus valamilyen fog az agynak világítani, és hogy a gondolkodás az, amikor nagyon bonyolult összefüggéseket keresünk, ott van egy olyan hiperaktív agyi működés, hát ez, ez is bedőlt, és a másik pedig az, hogy szaporodnak. Tehát, hogyha, hogyha az ember kellőképpen tud úgymond szemlélődni, és a is egy szemlélődő gyakorlat, meditációs gyakorlat, akkor azért annak vannak fizikai következményei is és hogy ez a kutatás ez zajlik máig is, tehát nagyon sokféle projekt van, mi is veszünk részt így a főiskola révén ilyen, ilyen kutatásokban, hogy ez ilyen egyszerű dolgok, hogy például a vérnyomás, vagy a, tudom, az emésztési folyamatok hogyan zajlanak a meditáció hatására. De egyébként ugye a meditációt ez nem érinti. Tehát ez ugye minket érint, akik ilyen tudományos elképzelésekkel rendelkezünk, meg van egyfajta ilyen úgynevezett valósághoz kötődésünk. Meditáció és meditáció között nagyon nagy különbség van. Minden olyan dolog, amit a tudattal végzünk, mondhatjuk azt, hogy meditáció. Tehát amit tudatosan végzünk, a tudattal meditáció, de... Óriási különbség van a között, hogy miért végezzük a meditációt. És a vipasszanát, tehát az a buddhista meditációnak a, a csoportjába vagy vagy közösségébe tartozik, mert van még más is. A vipasszanának vannak előzetes gyakorlatai, meg, meg elvileg még nem is a megvilágosodásról szól, hanem még valami másról, majd ezt a reklám után esetleg. <laughs> kifejtetjük, de hogy, hogy valóságkutatás, tehát a valóságért, tehát a butinuson belül mi azért végzünk meditációt, mert két dolgot tudunk, egy, hogy tévedések miatt van a szenvedés, és a másik pedig, hogy kontrollálatlan a tudat. Tehát, hogy ez a kettő, ez a kontrollhiány valamint a, és ezzel nyilván szervesen összefüggő tévedés, hogy képzeteket követünk, hogy, hogy elképzeléseket próbálunk fixálni, hogy mulandó dolgokat azt valós, vagy, vagy, vagy nem múlónak gondolunk, akkor nem múló dolgokra, meg azt gondoljuk, hogy mulandó, vagy észre se vesszük őket, tehát tévedések vannak. Úgy mondják, hogy, hogy a nem tudás és a szenvedélyek, ez a két alapvető ok a szenvedésnél. És hogy, ugye az egyik az nyilván az, hogy hogyan kontrolláljuk a tudatot, ez a vipasszanának egyébként belépő kapuja lenne a kontroll, ezt szokták át a légzés megfigyeléssel végezni, vagy elérni, és a másik pedig az, hogy utána pedig belenézni a tükörbe, ahol először még csak tükörképeket fogunk látni, tehát még nem a valóságot, csak a valóság tükörképét, de ez már a nem tudással foglalkozik. Úgyhogy úgy, tulajdonképpen ez az alapvető célja a vipasszanának, én ezért gondoltam, hogy mennyire klassz, hogyha valaki ugye a történelemmel foglalkozik, ami egy ilyen kollektív emlékezett tükör, hogy mennyire jó az, hogyha a meditációnál is belepillant a saját tudatának a tükrébe. És konkrétan mit jelent a vipasszaná meditáció? Tehát, hogy mondod, hogy nagyon-nagyon sokféle meditáció van, és hogy bármit nevezhetünk meditációnak, amit tudatosan végzünk, de azért mégis miben különbözik az összes többitől, a vipasszonál, mi az, amitől... Kérdezzük meg Jankát, hogy ő mit gondol erről. Őszintén szóval én is utána néztem, úgyhogy ilyen nagyon sufni tuning módszerrel, különböző meditációs technikákkal én is, én is próbálkozom, hogy a folyamatosan zúgó életet egy kicsit lecsendesítsem. Az első benyomásom a leírás alapján az volt, hogy úgy uh, gyerekek, ez egy szteroidozott mindfulness, tehát, hogy ezt olvasni is nehéz volt. Tehát elfáradtam a leírásban, hogy itt mi mindent kéne, mi mindenre kéne figyelni. Ugye igazából a részben azért is vártam nagyon ezt a beszélgetést, mert érdekelne, hogy ez hol éri meg. Ja, hát ö, ö, ellentétes vélemények vannak a buddhizmuson belül a vipasszanáról. Ugye először nézzük meg, mit jelent terminológiai szempont. Ugye a vipasszana az egy páli szó, szanszkritú vipassjanának hívják, tivétő meg latongalnak nevezik, és már a fordításokban is lehet látni, hogy vitatkoztak. Úgyis a vi az magasabbat is jelent, meg kiterjedtet is jelent. Én a magasabbat nem használom, tehát én a kiterjedtre gondolok, mert megnézzük, hogy miért, viszont a latong, a tibeti folytás az a magasabbat választott. Tehát azt mondja, hogy magasabb. Mi a, vi, a pasjati? A passati az látást jelent. Tehát ők úgy folytatták le, hogy magasabb látás, a la és a tong. A, én úgy szoktam, hogy kiterjedt látás, vagy úgy is szokták mondani, hogy belátás. Na most a vita az azért van, mert hogyan gyakorlom én azt, hogy belátás a belátást hogyan gyakorlom, ez, 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 hogy lehet gyakorolni. És a vita az arról szól, hogy nem lehet gyakorolni. Tehát a vipasszana az egy olyan gyakorlat, amit nem lehet gyakorolni. Tehát elérni lehet. És ez, ezen folyik a vita. A déli buddhizmus úgy gondolja, hogy lehet gyakorolni, az északiak úgy gondolják, hogy nem lehet gyakorolni. Tehát az északiak nézik a délieket, hogy ezek mit csinálnak, amikor azt mondják, hogy vipasszanát gyakorolnak, ugyan, mert miért. A vipasszaná akkor tolassunk vissza a saját tudatállapotunkig. A saját tudatállapotunkat úgy lehetne jellemezni a vipasszanás szempontjából, hogy zavaros kettőségek állapota. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan böfüknek föl, most ezt direkt nem mutattam be, gondolatok, és állandóan egy kettőségben tapasztaljuk a valóságot, tehát állandóan van egy én világreláció. Ez lehet úgy, hogy a világ történése hat rám, az is lehet, hogy én próbálok hatni a világra, de van egy ilyen reláció, és ennek a képe a légzés. És ebből úgy lehet kilépni, hogy lecsendesítjük a tudatot. Ugye nagyon sokszor elmének szokták nevezni. Én azért nevezem tudatnak, mert a tudat sokkal nagyobb kategória, mint az elme. Meg elmebetegség van, meg el, az elme az inkább az elmé, elméletgyártó. Tehát már itt vannak nagyon komoly problémák, hogy a, hogy a magyar és az angol, meg az egyéb folytásoknál nem egészen stimmelnek a, a meditációban használt tudatra vonatkozó kvalitások. Tehát össze-vissza, mondom, nagyon sokszor elme van. Az elme így, az elme úgy. Legyen inkább tudat. Szóval, hogy zavaros kettőségek tudata van, és akkor ebből úgy lépünk ki, hogy elkezdjük a koncentrációt. A koncentráció csendesíti le ezt. Úgy hívják, hogy samata nyugalom állapotát lehet vele elérni koncentráció, az ugye, ha zavaros kettőséget nézzük, egy tiszta kettőség. Van a tudat, és van a tárgya, mondjuk itt ez a pohár víz, és én megpróbálok először csak nagyon rövid ideig, de csak ezt nem engedek be semmit, tehát nem engedem, hogy zavaros legyen, nem engedem, hogy elkalandozzon a tudat, nem engedem, hogy a szemem remegjen. Egy tulajdonképpen egy leállító gyakorlat, amit Samatának inak, vagy Páliul Samatának. Nagyon érdekes, mert a végállomás a gyakorlatnak a neve. Tehát olyan, mint hogyha egy buszt Szegednek hívnának mert a Szegedre megy. Tehát egy fura, fura azért vannak elég furcsa dolgok, hogy nem a módszert nevezik meg, hanem amit elérhet vele az ember. És amikor ez megtörténik, és nyugalom van, akkor a víz az elkezd átlátszóvá válni. A tudat elkezd átlátszóvá válni, és a tetején megjelenik a tükör. Ami azt jelenti, hogy itt, ezen a ponton el lehet kezdeni látni. És ez egy átlépő kapu, erről rengeteg kérdés van, és ami el is hangzott egyébként, nagyon érdekes, hogy elhangzott, hogy a létezésnek ez a három tulajdonsága, a mulandóság, az éntelenség és a kibillentség, ez az a három kapu, amiből ebből a, ebből a nyugalom állapotából át lehet lépni a kiterjedt látás állapotába. De hogy miért nem gyakorolható? Azért, mert a kiterjedt látás állapotát azt úgy jellemzik, hogy a tiszta nem kettősség állapota. Ugye a tiszta kettőségbe lépünk ki a zavarodott kettőségből, ez az egyhegyűség, és a tiszta nem kettőség, amikor fölfedezzük a tükröt. A tükörben kiderül, hogy amit eddig tárgyként láttunk, az a tudatnak a tükröződése. És ez a, ez a nem kettősség állapotában volt átlépés, és ezt nevezik úgy, úgy hogy vipasszaná. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem, amikor azt mondtad, hogy vipasszaná szakértő vagyok, de ez nagyon nem igaz. Én nagyon szeretnék egyszer vipasszaná szakértő lenni, de ez nem egy könnyű gyakorlat. A elég sok ö, tanítót folytottam, és akkor mindig, amikor a vipasszanához kerülnek, akkor ilyeneket mondanak, hogy az aranyhal kinyitja a szemét, dobt hátra a tudatot, meg szelfi, 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 selfie, ilyen is volt, aki ezt mondta, 40 negy évnyi tapasztalat után. Tehát valahogy, amikor ugye arról van szó, hogy tehát arról, azt még ugye lehet gyakorolni, hogy én koncentrálok valamire, de amikor arról beszélnek, hogy mi az, hogy a tudat kiterjedt, tükröző állapotában látni, ott, ott már elfogynak a fogalmak. Úgyhogy, de tulajdonképpen erről szól a vipasszaná, és a mai ö, olyan, az, amit vipasszanának neveznek, az a, az a kurzus, féle kurzus, meg vannak ilyen kurzusok, ők általában nem az egyhegyűséget ragadják, meg bár van olyan, ami azt mondja, hogy előbb egyhegyűvé kell válni, és onnan valószínűleg, hogy ugrani egyet. De hogy? A tudat hogy ugrik? Szóval, hogy ott mondom, hogy elfogynak a szavak, és ott vagy megtörténik, vagy nem. Az északiek, a tibetiek úgy gondolják, hogy lottószervény, Vagy, vagy igen, vagy nem. Viszont a déliek ugye azt mondják, hogy, hogy megközelíthető nem csak az egyhegyűség felől, hanem itt úgy mondjuk, hogy szati az éberség felől, ami szintén nagyon-nagyon jó. Az éberség az azt jelenti például, hogy követjük a légzést. Az nem egyhegyűség, mert a tudat nem leáll, nem egy, nem egy fix tárgy van, hanem egy követő, éberség, ahol folytonosan követjük a beáramló levegőt, a kiáramló levegőt. Azzal is el lehet érni azt az állapotot, amikor a tükör megjelenik. Úgyhogy misztikus ám nagyon, tehát ez a vipasszal, amikor így mondtad, hogy ez lenne a téma, mondom, na hát ez nagyon jó téma, mert itt azért fortyogám a lé rendesen. Nyilván most ezek ilyen nagyon trendi szavak, ugye ez a testudatosság, az önvizsgálat, az önreflexió, nem tudom, de jó helyesen, nagyon uh, trendi szavak, valahogy ugye el kell jutni a tömegekhez. És azt értettem, még, még így az első lépéseket el is tudtam képzelni, hogy hogy tudnám beépíteni az életembe. Nyilván uh, egy olyan örökmozgó, mint én, aki tényleg nem alig bírok megülni a fenekemen 5 percig, annak azt olvasni, hogy Hát amikor megkeretkezik benned a vágy, hogy mozogj, akkor ezt csak így tudatosítsd magadban, de ugye ne tegyél a, a, a vágyért, és ne mozdulj meg, és akkor majd az elmúlik. Hogyan? Hogy ezek azért így a hétköznapi embernek a mindennapi életben olyan, Elérhetetlenül megvalósítható hát igen, gyakorlatnak Szerzetesi módszerek. Tehát ez a nagy kérdés egyébként a Vipasszanánál is, hogy, hogy vajon lehet-e anélkül sikeres módon gyakorolni, hogy valaki nem szerzetes. Mert ők, őnekik van rá idejük. Hát gondold be, a Vipasszanához tartozik olyan sétáló meditáció, ahol egyetlen egy lépésnek a hat fázisán kell úgy végigmenni, hogy mindeket meg kell nevezni. Egyébként ők azt csinálják azzal, amikor jön a vágy, hogy azt mondják, hogy vágy vágy, vágy, és addig mondják, amíg el nem múlik. És akkor elmúlik, akkor megjelenik valami más, mit tudom, egy testészet, akkor azt is megnevezik, és mondják személytelenül. Tehát egy, tényleg egy olyan, mint hogyha én kívülről egy tükörből rálátnék. Ez tényleg vezet a vipasszanához, csak egy jó kérdés az, hogy, hogy én ezt megtehetem-e, hogy mit tudom, én megyek a boltban, és akkor a növényi tej vágyát megcímkézem, hogy vágy, 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 és akkor utána elindul a kéz, és akkor mozgás, mozgás, mozg, és akkor megfogom. Tehát, hogy, és a másik kérdés az az, hogy mennyiben segít abban, hogy taktikus legyek az életben. Tehát ez szintén, tehát önmagában ez a, ez a fajta, hogy az éberségemmel elkezdem lelassítani az eseményeket, ugye ez a mai rohanó világban egyébként nagyon pozitív tud lenni, csak például az ember kiválják a cégtől. Tehát mit hogy ha ilyen lassú lenne, hogy most előbb tudatosítom, hogy jön bennem a szándék, hogy köszönjek a főnöknek, hogy vágy, 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 és akkor a köszönésnél mondom magam, hogy beszéd, 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 és hogy az egészet így tapasztalni, tehát azért úgy furcsa lenne ez a dolog, viszont nyilván a szerzetesi közegben, is én voltam szerzetes, tehát ismerem azt a világot, ez egy más dimenzió ők ott megtehetik, hogy mi hiszen kilépnek a világból, hogy mérhetetlen lassúra veszik le a folyamatokat, és akkor tényleg elkülönül egy idő után. Ez a vipasszának az egyik, az egyik belépő kapuja az az, hogy, hogy egyszerűen mérhetetlenül lelassulnak az események, és, és erre a vetítőgépnek a példáját szokták hozni. Ez, a, ez, az anicsa, a mulandóság felismerésén keresztüli belépés a vipasszanába, hogy, hogy egyszer csak kiderül az, hogy az a jelenségvilág, amit folytonosnak tapasztalunk, az, az állóképekből áll ugyanúgy úgy, mint egy film. És a film, a film felfedezésén keresztül fordul vissza a tudat, hogy jó, de akkor, a, és akkor felfedezi a fényt, a tudatnak a saját fényét. Tehát felfedezzük azt, hogy a mostani ugye, a tudatunk a szaggatott, mert minden állandóan ugrál, meg, meg mindent megnevez a tudat, meg mindenre valami, valami véleményt mond, és akkor kiderül az, hogy ez fordítva igaz, és ez egy belépő kapu de én ezt nem tudom, hogy ez hétköznapi életben lehet. Egyébként van ilyen tapasztalat, a baleseteknél általában van egy ilyen, hogy szaggatott, tehát ott leírják sokan, hogy Na jó, de hát most ezt mesterségesen akkor azért azt nem jó létrehozni, hogy, hogy ilyen lassan, apám is, amikor én születtem, ez egy nagyon jó jel, akkor esett egy 8 métert egy barlangban, és fél órát tud róla beszélni ami egy másodpercek töredéke alatt ő leesett. De, de hogy ott mi történt? Mondta, hogy háromszor ájult el az esés közben, nyolc méteren. Mert hogy olyan szinten kinyílik az idő, és olyan szinten, hogy, hogy szaggatottá válik. És ha ekkor valaki a meditációt egy olyan szinten tudná, ugye a jelenlétet, hogy visszafordul, és erről mondják, hogy a nagy ugrást megteszi, akkor észreveszi a tudatot, ami a vetítőgép. Ami, ami a, ami, ami, tehát hogy ez a, ez a, filmnek a példája azért érdekes, mert egyrészt arra is rámutat, hogy nem tudunk olyat föltalálni, ami nem a tudatunk működése. Nem tudunk olyat. Viszont, ha már föltaláltuk, akkor használhatjuk visszafelé is. Hogy, hogy, hogy szimbólumként működjön a tudatunk működésének a jobb megértésére. Ez egyik belépő kapu. A másik a pedig az, amikor valaki egyhegyű, tehát egyhegyűen nézi, mondjuk ők azt mondják, hogy egy óra az a belépő. Tehát, hogyha egy órán keresztül sikerül gondolatmentesen, rezzenéstelenül koncentrációt föntartani, akkor nagyon-nagyon jól fogja, tehát aztán a gyönyör világosság és üresség jelenik meg a testben, tehát nagyon-nagyon jó, tehát nincs fájdalom, nincs semmi, és akkor, hogyha megpróbál belépni a tudat és a tárgy közé, az a következő ilyen vipasszanány kapu. Amikor egyszer csak a tudat kiterjed, és, és elkezdi a jelenségnek a mélyebb természetét látni, amit egyébként le is írt, hogy, hogy ott a mélyebb valóság kezd kinyílni. És nyilván egy történelmi kutatónál azért ez egy nagyon óriási dolog, hogyha ő, ő nem csak a felszínes történésekben gondolkodik, hanem a mélyebb valóságot is nézi. A buddhizmus egyébként nem, nem történéspárti. Tehát mi megpróbálunk kilépni a történésből, a meditáció lényeg, hogy az ember kilép a mókuskerékből, kilép a történésből, és még a történésben is mi inkább a szándékot nézzük. És ezért nekünk hogy egy olyan tudománya, ami nem a tényeket, tehát ugye nem a, nem a történés próbálja, mert az teljesen szubjektív, hanem a mögöttes, a szereplők szándékai alapján elemzi, az a mi számunkra, a mi számunkra, most úgy beszélünk, mint egy én valaki lennék, de hogy a mi számunkra, hogy az sokkal, sokkal magasabb szintű, meg, meg, közelebb van a valósághoz, hogy a szándékok vizsgálata. Na, vajon ki mit akart itt ebben a helyzetben? És azt gondolom, hogy az sokkal többet is megmutat arról, hogy hogyan tovább. Igen, kezdjétek el, hogy én, én először annyira, annyira szó szerint vettem a, például buta történeteket, meg a mindenféle ilyen példabeszédeket, és aztán egy rájöttem, hogy a példabeszédeknek célja van valamire rá akar venni, vagy erkölcsi tanulság, vagy valamilyen belátás, és most már annyira élvezem azt, hogy tudom, hogy ez nem így történt, hanem ez egy példabeszéd. De jó, tetszik. Hogyha így, így megpróbálom magamnak összefoglalni, amit mondtál, és így, így megfejteni, hát nem tudom megfejteni még, nem tudom, hogy jövőben sikerül el, de hogy akkor a vipasszaná az nem a módszer, hanem az, ami az eredménye. Annak, uh, ahogy, a amit próbálnak uh, gyakorlatokkal. És ez, a, ez az eredmény, ez vagy akkor az, hogy visszatükröződik a tudat, vagy egy mélyebb valóság, hogyha jól, érz, jól értem. Igen. Hát uh, igazából ez a kettő, mind a kettő most így elég hatalmas kérdőjelet vet az agyamban, mert Igen. Hogy, hogy az, hogy visszatükröződik a tudatom, tehát amúgy úgy sejtem, hogy van tudatom, hiszen látom a világot saját szemszögömből, ami az egyik legrejtélyesebb dolog egyébként, hogy hogy az ember miért a saját szemszögéből látja pont ugye a világot, de hogy ez, ez pont ezt jelenti a tudat, ezt így felfogom. Nem tudom, mit jelent az, hogy visszatükröződik, illetve nem tudom azt sem, hogy mi az, hogy mélyebb valóság. Igen, tehát, hogy mit kell ehhez tenni, nagy levegőt kell venni, és azt kell tudni, hogy a meditáció az ott kezdődik, ahol a hétköznapi ítélkező tudat és az álmok véget érnek. Tehát, ugye mi, a mi tudatállapotunk ebben a kettőben van benne, ami nem ez a buddhizmus nem egy ilyen, tehát a butizmus nem hisz a lélekvándorlásban, tehát nem azt mondja, hogy van egy tudat, aki mászkál és testeket ölt, mert se nem a mászkálót nem találjuk, se nem egy olyan világot, ahol mászkálhatna objektív módon, hanem nagyon szubjektív a megélése mindenkinek, és viszont ugye az első dolog, amit észre tudunk venni, hogy tulajdonképpen ebben a két tudatállapotról van tapasztalatunk, hogy azok milyen relációban vannak egymással, hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát, hogy nem megy át semmilyen tudat az álomba, de mégis a nappali tényezők megjelenhetnek az álomban nagyon sokszor lenyomatként. Tehát van valami lenyomatot továbbvivő, vagy átvívő, vagy nem tudom, valamilyen olyan tudatállapot, egy nyilván erről is vannak ilyen szakkifejezések a buddhizmusban. De hogy ez az első, amit látunk, hogy van egy olyan tudatállapotunk, ami ez a fizikai testhez köthető. Most az az érdekes, hogy a mai kognitív tudományok azok nagyon hasonló dolgokra jöttek rá, de hát nyilván azért ők is a valóságot kutatják, hogy döntés helyzeteknél előbb dönt a test. Tehát létezik egy úgynevezett testintelligencia, vagy úgynevezett testtudat, ami sokkal jobban tudja, hogy mi jó nekem, mint az a gondolkodó tudat, aki erről gondolkodik. És hát nekem ez a klasszikus példa, ez az, amikor valaki valamilyen diétát így kitalál, vagy mit tudom, rálel valami fantasztikus diétára, mert azt mondják, hogy milyen csodálatos lesz, és utána ezt elkezdi ráerőszakolni a testére, és akkor a test az fosik, hány, meg mindenféle, nem tudom, hányik az ikesige, mert sose, talán fos az ikesige, okay. nem tudom, ezt majd a kedves hallgatók eldöntik. És utána azt mondja a tudat, hogy jaj, de jó, tisztulunk. Nem tisztulunk, a test így tud jelezni, hogy hagyd abba. Tehát van, a, van ismerősöm egy vietnámi hölgy, aki egyébként nagyon híres divattervező volt még annak idején, aki még a repülőjegynél is, most már elektronikusan is, de ráteszi a kezét, hogy mit mond a test erről, és kétszer nem szállt föl repülőgépre. És mind a kétszer igaza volt. Gyönyörű. Tehát döbbenetes, tehát azt mondja, hogy mert ez a mostani tudatom, ez persze el akar menni Kambodzsába, nagyon jó ötlet. nagyon sokszor lehet azt látni, hát az extrém példája az egy hölgy volt, aki mondta, hogy ő azért akar eljutni Egyiptomba, hogy találkozzon az egyiptomiakkal. És akkor mondom neki, hogy de drága, ott arabok élnek. Nem, az egyiptomiakkal mondom, jó, van, akkor menjél. Tehát most nem lehet mit mondani. Tehát vannak elképzelései a tudatunknak, és aztán a test éli meg, a test az, amelyik az egészet megszenvedi. Vagy akár valaki azt mondja, hogy, hogy az inkák birodalmát szeretném megnézni, és kimegy Dél-Amerikába, és, és egy hétig a első ott tevett dologtól jár a vécére. És nem, hogy nem spirituális tapasztalatai nem lesznek, hanem viszont anatómia igen. Mondhatjuk így. Tehát nagyon sok elképzelésünk van, és a test és a tudat között van egy ilyen, egy ilyen különös dolog. És egyébként ez a gyakorlat, hogy a légzésünket figyeljük, ez azért is nagyon fontos, mert először elkezd ez a párkapcsolat, az a belső párkapcsolat létrejönni, hogy a tudatom kezdje már megismerni a testnek a kommunikációját, és a test az meg kezdjen el már kommunikálni a tudattal. Tehát, hogy kezdjünk együttműködni, mert nagyon sokáig egy ilyen ellenséges viszony van. Én szeretnék odamenni, ő nem szeretné, én szeretném azt megenni, ő nem szeretné, és akkor megy egy ilyen ilyen csikicsuki játék. Úgyhogy a, a, ez egy nagyon jó gyakorlat ilyen szempontból a légzésfigyelés, hogy kommunikációs tréning, belső kommunikációs tréning. Tehát ez a tudatunk és a kognitivitás kutatói azt mondják, hogy tulajdonképpen ez az ítélkező, kifelé fordult fogalmakkal mindent beazonosító tudat, ez lóg a testen. Tehát nem ez irányítja a testet. Tehát nem úgy történik, hogy a tudatommal parancsot adok a jobb kezemnek, hogy emelkedjen föl, és a csoda megtörténik, és láss, és emelkedik a jobb kéz. Hanem a, a test tudat emeli a jobb kezet, és az hazudja ennek a tudatnak, hogy te akartad, vagy valami ilyesmi relációban vannak. És ennek a ékes példája, hogy elalszunk. Ugyanis akkor kapcsol ki ez a tudat, ha behúnytuk a szemünket, és sötét van, és a test kiremeg. Ha egy bizonyos ellazultság állapotába kerül a test, ez a tudat, ez az ítélkezőt kikapcsol. És egyszer csak bekapcsol az álmodás, amiről nagyon sokszor nem tudjuk, hogy álmodunk. És amikor ugye reggel fölkerünk, abba például, hogy a test megmozdul, már törlődnek az álom el álomnak az emlékei. Tehát nem könnyű, ezért mondják azt, hogy ne mozdulj meg, ne nyisd ki a szemed, maradj a sötétben, nem mozdulj meg, mert még áthozhatóak a az álomemlékek. És a meditáció, ezen két tudatállapot fölött van. Tehát akkor, amikor valaki eléri ugye, a, a tiszta koncentráció állapotot, ezt hívják az első elmélyedésnek, nagyon különös dolgok történnek ott. Mert kilép ebből a, ebből a kettősségből, hogy van az ítélkező kifelé forduló tudat, és van a befelé forduló álomtudat. Az is tök érdekes egyébként, hogy a légzésünk az hogyan kapcsolódik, hogy a kifelé, kilégzésnél mindig gondolatok ébrednek, a belégzésnél pedig érzések. És amikor ugye megyünk aludni, akkor belélegzünk. Tehát milyen érdekesen, hogy az ember így ásítani, hogy de nem, hanem beli, megyünk befelé, megyünk befelé. Tehát ennek a felfedezése az azért jó, mert akkor az ember egy kicsit helyre teszi, hogy na jó, akkor mi az a harmadik tudatállapot, amit úgy hívunk, hogy meditáció. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet meditációs gyakorlatot végezni, de az még nem a meditáció, hanem gyakorlat. És persze hol tudjuk kezdeni a meditációt, tehát amiről tudásunk van, tehát itt, amikor a fizikai létezésben vagyunk. Tehát ezért van az, hogyha az ember ezt így kezdi megérteni, nekem egyébként ez hány év volt, egy nem sok, egy a 30-valahány év alatt lassan-lassan Fogtam Semmi. ugyanezt a kérdést, hogy hol van ez a híres neves meditáció, ez micsoda, és hogy, hogy, vagy hát amit, amit így mondtál, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen teljesen ilyen elszállt, ilyen betripezett élmény. Ö, egyébként nem, hanem egy ultra aktív tudatállapot. Tehát az is érdekes, hogy azt mondják, hogy a buddhisták, meg az ázsiak ott ülnek, hogy ez egy passzív állapot. Pont a szingapúri kísérlet azt mutatta be, hogy amikor teljesen elcsendesedik minden, és ez a hétköznapi zaj véget ér, és ugye az, azok az érzelmek is kezdenek kiegyensúlyozódni, amik az álmokat generálják, a, ezeket a különféle történéseket, látomásokat generálják, egy hihetetlen aktív állapotba kerül a rendszer. És regenerálódnak az agysejtek, és világít az agy, tehát valami elképesztő, és ráadásul azt mondják, hogy kezd megújulni a test. Tehát, hogy voltak ilyen, hát voltam ilyen tanításon, ahol azt mondták, hogy a koncentrációnak az első jó hatása, az, hogy kevesebb pénzbe fog kerülni az élet, mert nem kell mindenféle sprét, meg, meg a póló nem koszosodik az emberen, meg nem leszek büdös, és a többi, és a többi. Tehát, hogy milyen hasznos, akár ilyen szempontból is. Kérlek kattints a feliratkozásra, vagy a követésre. Köszönöm. Picit az jutott eszembe az egyik részén a, a, a válaszodnak, hogy hogy mennyivel e, könnyebb lenne ugye az élet, hogyha, hogyha tényleg csak a test irányítana a tudat nélkül, hogy olyan furcsa, hogy mégis van tudat, és, és hát akkor ezek szerint e, legtöbbször rossz irányba visz, hogyha nem annyira jó a, a nem ismerjük, a tudatunkat, a tudatunkat. A nyugati egész tudományos szemlélet ugye az descartes tól eredeztetik. Nem tudom egyébként, nem voltam úgy. Ugye, mindig, mindig olyan vicces, amikor egy eszembe jut, hogy a történelemkönyv, vagy a reinkarnáció szempontjából vagy érdekes kérdés, amikor az ember, ember azt hallja, hogy, hogy és akkor 890-es években bejöttünk a Kárpát-medencébe, és a bocs, nem voltam ott, én akkor egy német lovag voltam, <laughs> ellenetek küzdötte. Tehát hogy reinkarnáció szempontjából a történelem elég sajátos, amikor így azonosulunk egy nemzet tudattal, és akkor azt mondjuk, hogy mi bejöttünk. Hát mi nem jöttünk be, mert mi most nem, itt vagyunk, de mindegy. Úgyhogy ott ugye az, a, az, az egész kiindulási pont, ugye ez, hogy van a tudat és van a test, és ugye ebből alakult ki ez a humán reál típusú tudomány is, hogy vannak a humán tudományok, oktatásban is vannak a humán típusú egyetemek, és a többi, és a többi, és akkor van a reál, ami a kézzel fogható, a testtel, az anyaggal kapcsolatos. Most az az érdekes, hogy a buddhizmus szerint ez nem teljesen így van. Tehát tehát hogy a kognitív ilyen tudományos kísérleteknél valóban kiderült az, hogy lóg a tudat a testen, de a probléma az az, hogy hiába a test az, aki a, a, primér döntéshozó, de mégis a szellemi ösvényt, vagy a befelé tekintést ezzel a szegény, szerencsétlen lógó tudattal kell elkezdeni. Most ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ez annyira egy borzalom állapot, hogy inkább kiütik valamilyen tudatmódosító szerrel sok élménnyel, vagy akármivel. De pont az az érdekes a, a magában a meditációs ösvényében a buddhizmuson belül, hogy nem üthetjük ki, hanem ezzel a, ezzel ítélkező, nyökögő, testellógó, össze-vissza beszélő kis cukimuki tudatunkkal indulunk el az ösvényen. Ezt kezdjük el, lecsendesíteni, ezt kezdjük el tágítani, és egy ponton túl azt mondják, hogy létezik a légzéstest, és létezik a tudattest, amikor ezek úgy döntenek, hogy újraegyesülnek. Tehát, hogy a testtudat az hajlandó befogadni és újraegyesülni a, ezzel, a, ezzel a nyökögő tudattal, ami már akkor nem az. Tehát, hogy, hogy mégis ö, Persze, tényleg könnyebb lenne, mert sokkal inkább ösztönösen éreznénk a dolgokat, mint az, hogy ez össze-vissza gondolkodik, és, és furcsaságokat megítélkezik, kitalál. De valahogy összefüggnek, és ugye mi a különbség ugye a korteziánus elképzelések, ugye a testtudat, ez a humánreál elképzelés és a buddhizmus között az az, hogy a tudat és a test között még van három tényező, ami összeköti őket. Tehát egy folyamatos kommunikáció van, van a kettő, és ezt nyilván tudjuk, hogyha valaki mondjuk iszik egy pohár bort, akkor ezt csak a tudatállapot kezd megváltozni. Tehát az anyag, az hatás gyakorol a tudatra. De ez nem azt jelenti, hogy az anyag tudat, hanem hogy hatást tud rá gyakorolni. Tehát mondják, hogy a buddhizmus, hogy tudatban nem lesz anyag, anyagból nem lesz tudat, viszont kölcsönösen függnek egymástól. Vagy például, hogyha valaki egy ilyen stresszoldó technikát végez, mondjuk, hogy kilégzésre elengedek minden problémát, akkor lehet mérni a testen is a hatását. Tehát a tudat változása is hat a testre de mi nem ebben a kettősségben gondolkodunk, mint a mai nyugati tudomány, hanem van köztük még a, és akkor ezt azért mondom, mert akkor innentől kezdve mindenki tudni fogja, tehát van közte a Védaná, a Szamcsnyá és a Szamszkára. Hát persze, igen. És akkor így, így. Ez így. Kell is akkor menjünk tovább is. igen, ez így. Tehát az érzetek, a beazonosítás, tehát az a fogalmakkal való beazonosításnak a tudatállapota és a úgynevezett karakter, a válaszreakció, amit tulajdonképpen ma egónak nevezünk, ez a szamszkára, amit igazán nem nagyon tudunk, hogy milyenek vagyunk, csak akkor, hogyha ha valamilyen szituáció válaszreakcióra kényszerít minket. Tehát, inkább, ha elemezzük az egót, vagy elemezzük a karakterünket, akkor nagyjából a reakciókból tudunk valamit magunkról. Én mindig ezt a hülye példát szoktam mondani, mert ez a mindig ma milyen szomorú, mert öreg ember így önmagát ismétli, hogy de szerintem nagyon jó példa, hogyha az ember olyan nyugalomban ül a WC-n, ami azt szerintem a legnyugodtabb hely általában, tehát ez egy ilyen menekülési lehetőség az zajlás, hogy az ember egy kicsit kimegy, és szerencsére, hogy nem olyan vécék vannak, mint Kínában, meg Rómában, ahol kollektív volt, és akkor ott így mindenki nézte a másikat, meg, meg akár beszélgetni is lehetett, hanem hogy mi egyedül vagyunk. Ez egy nagyon jó. Tehát ez tetszik. Nyugati világban nagyon tetszik. A, egyrészt, hogy, hogy rá lehet ülni, meg hogy le lehet húzni, meg azért mongoljában még mindig nem. Erről most nem akarok történetet mesélni. Tehát hogy egyedül vagyunk. De honnan tudom, hogy én milyen vagyok, amikor egyedül vagyok? Hát onnan tudom, amikor először valaki kopog az ajtón, az a reakció, az, az meg tudja mutatni, hogy na én egy agresszív típusú vagyok, vagy milyen állapotban vagyok, vagy én egy félénk típusú vagyok, egy visszahúzódó, vagy egy titkolózó típusú, stb. stb. Tehát a, a, reakcióból tudunk magunkra tükröződni, ugyanis ez is egy tükör, ez önismeretnek a tükre. Úgyhogy ezért jó olyan helyen menni vécére, ahol az emberre kopoghatnak, mert, mert akkor megismerheti ez alapján magát. Ez egy önismereti tréning, egyébként nem viccelek. Mi van akkor, ha a fogalmi beazonosításnál nincsenek megfelelő fogalmi ismereteink, és a WC frissítő hátuljára sincsen erre magyarázat felírva? Értem ez alatt, hogy szerintem sokan, én vállalom, én ezzel küzdök, nem tanultuk meg például, a, az érzéseinket, az érzelmeinket megfelelően beazonosítani. Nincs is rá ugyanígy, ugyanígy a testtudatossággal, tehát hogy a testünkben lévő jelzések, lehet, hogy egy idő után, hogyha megfelelően koncentrálok, energiát fektetek ebbe, hogy, hogy testudatos legyek, el fogom tudni különíteni, de nem vagyok benne biztos, hogy megfelelően meg is tudom nevezni. És Nyilván kreatív az ember, kitalálhatunk nagyon vicces kifejezéseket erre, de az nem biztos, hogy célra vezet. Hát ez már egy picit a vipasszaná területe, amikor, és a vipasszanának, tehát nagyon érdekes, hogy a buddhizmusnak van egy olyan ilyen szentszöveggyűjteménye kánon, ami azért különös, mert ha más szentszöveggyűjteményeket nézünk, akkor általában azt lehet látni, akár a biblikus, vagy akár a koránt nézzük, hogy egy történetírási szövegre vannak felfűzve tanítók, profétáknak a megnyilvánulása. Most a buddhizmus az abszolút nem ilyen, hanem három csoportra van, hogy ezek kosaraknak nevezik, a vinajapitaka, a szuttapitaka és az apidalma. És a vinajapitaka az erkölcsi tanításokat tartalmazza, legfőképpen arról beszél, hogy egy szerzetes mit tehet, mit nem tehet, és hogyha megtette, akkor hogyan olt. Meg azt a problémát, hogy mondjuk egy valami védekod történt. Az összes ezzel kapcsolatos szöveg össze vagyunk hogy miért? Mert ez szerzetes az innen indul. Nagyon érdekes, hogy az ösvénynek a lépései szerint vannak felosztva a szövegek. Ez egészen különleges a buddhizmuson belül. A második a tívek szuttapitakának, ez a buddhának a, a, tanításait tartalmazza, ami leginkább arról szól, hogy hogy néz ki a tudatunk, milyenek ezek a folyamatok. Ugye ott van ez, hogy és akkor fölmerül a vágy, akkor a vágy mögött fölmerül, vagy fölmerül, hogy. Tehát ilyen egészen ilyen, ilyen szét operálja tulajdonképpen a tudatnak a működése, egész döbbenetes módon, ami nálunk egy csettintés alatt lezajlik, az ott szét van szedve mondjuk 17 tudat pillanat működésre, ezeket nyilván csak meditációban lehet megtapasztalni. És a harmadik kosár, az aphidamma magasabb az listákat tartalmaz ezekről a fogalmakról. Ó, de... Tehát az, az, az a, és az tartozik a vipasszanához. Tehát a vipasszana a tükörbe, ha belenéz az ember, akkor tudja nagyon pontosan elkülöníteni, de addig is azt mondják, hogy nagyon jó figyelni és megpróbálni elkülöníteni. Mondok egy példát, fájdalom. Nyilván ez az egyik ilyen legfontosabb tényező, amit az ember a meditációnál tapasztal. Ugye a fájdalom és a fájdalom protokoll az egy érdekes kérdés. De hogy az történik, hogy hogy egyután, amikor az ember már nem küzd a fájdalom ellen, hanem elkezdi érdeklődve fogadni, hogy na hát akkor ez most hogy néz ki, felfedezéseket tud tenni felfedezi azt, hogy van olyan fájdalom, ami olyan, mintha egy tárgyat nyomnának, tehát nyomásos fájdalom, van egy olyan, ami ilyen kúszó fájdalom, ami olyan, hogy körülhatárolhatatlan, tehát nem tudom a keretei, nem tudom, hogy hol, meddig tart a fájdalom, van a szúró fájdalom, és van az égő fájdalom. És azt mondják, hogy amikor valaki ezt felfedezi, tehát már azt látja, nem a fájdalmat látja, hanem a fájdalomnak a mélyebb karakterét, ugye ezt elemek, ez az első, az földelemű fájdalom, a nyomásos, vízelemű, ez a kúszó, levegőelemű, az ilyen szurkálós, és a tűzelemű az égő fájdalom, akkor fölfedezi egy jelenségnek a mélyebb természetét. És ezt úgy csinálják egyébként először, hogy először csak azt mondják, hogy fájdalom, fájdalom, fájdalom. Tehát elkezdik ugye ezt a, ezt a címkézős tudatot, ezt a szamznyát, ezt, amiről pont kérdeztél, ezt arra használni, hogy személytelenül nagyjából megtalálom azt. Tehát, hogyha nyilván fájdalomról azért tudjuk, hogy fájdalom. De nem azt mondom, hogy nekem fáj, hanem fájdalom, fájdalom, fájdalom. fájdalom. És aztán figyeli, hogy milyen. És az az érdekes, hogyha amikor a fájdalomnak ezt az nevet viszonylagos karakterét fölismeri, akkor hogyha abban el tud lazulni, akkor kiderül egy elképesztő érdekes dolog, hogy amit le is írt emberünk is, hogy nincs, nincs, nem találom, hogy kinek fáj. És ekkor kezdjetek el a fájdalom megszűnik. Tehát abban a például, és ezt az anatta, és ez egy belépő kapu a Tehát, hogy, hogy ez, ez, egy félelmetes, tehát nekem, nekem most már régen ez szörnyű volt mert nem nagyon sokat szenvedtem három évig alvás zavarok és a többi meditáció miatt, tehát ilyen meditációs betegségeim voltak, ilyen elvonulásban, de most már úgy kezd tetszeni így ennyi év után, hogy, hogy azért nagyon-nagyon zseniális módszerek vannak. Mondok egy másik ilyen zseniális módszert, a butha rendkívül módon szerette azt, hogy nem válaszokat, hanem kérdéseket tett föl. Ugye ő volt az egyetlen talán olyan tanító, aki a saját tanításait is megkérdőjelezte, és azt mondta, hogy ne higgyétek el, figyeljetek meg logikai szempontból, stimmele és talán tapasztaljátok meg. Tehát, hogy nem engedte azt, hogy dogmatikussá váljon a rendszer, hanem mindig azt mondta, hogy a legfontosabb az egyéni tapasztalás. Ugye a vitarka meg a elmélyedésnek a, a kéztartása, csomó hát ugye így ábrázolnak. Az egyik az az, hogy logikailag nézzük meg, hogy ez, ez stimmel, nem stimmel, logikus, nem logikus, életszerű. Másik pedig, hogy tapasztaljuk meg a, a meditációnak a gyakorlatával tehát, hogy, és vannak olyan módszerek, meditációs módszerek, például, a, ez is vipasszanál belépő kapu, az éntelenséggel kapcsolatos, hogy amikor már nagyon erősen az ember azt tapasztalja, hogy na, most már aztán gyakorlunk, most már aztán meditálok, akkor feldobja a kérdést, hogy ki? Ki a gyakorló? Ki gyakorol? És így elengedi. És sok élményt tud okozni, hogy, hogy, Hát én, de hát mi az, hogy én, az hol van, mi az, stb. Tehát, hogy olyan kérdés, tehát ez, nekem is ez megrendítő, hogy olyan kérdéseket vet föl, vagy kérdezünk meg magunktól, mire nincsen válasz. Viszont az, hogy nincsen rá válasz, az vízbe egy mélyebb állapotba, a tükör állapotába, tehát a vipasszan állapotába. Tehát elképesztő, ilyen zseniális, és nem túl bonyolult, tehát nem arról van szó, hogy ezek olyan, olyan szörnyűségesen Ilyen, ilyen, milliméteres dolgokat kell csinálni, hanem ilyen inkább a lényegbe bele, belenyúló, belekérdező módszerek vannak, és például ez, hogy, 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 olyan kérdést felvetni, amire nem a, meg, nem megoldás a lényeg, hanem a kérdésnek a elengedése, és akkor jön valami tapasztalat, tehát én azt mondtam, hogy ez zseniális. Tényleg zseniális. Ahhoz, hogy ebbe az állapotba eljussunk, ugye az alap, alapvető gyakorlat, amit egyébként Harari is írt, az ugye az a légzésre való odafigyelés. Um, Amíg van? Remélhetőleg azért. Mert nem, mert egyébként nincs. Mert mint hogy érted? Meditációban ott leáll. A légzés? Igen, igen és akkor ugye mit figyelünk? Jön a nagy kérdés. Erről viták voltak a buddhizmus világában, hogy akkor mi van? Az egyik párt az azt mondta, hogy, hogy újra kell indítani. Mindenképpen akkor lélegezni kell. A másik meg azt mondja, hogy nem kell újraindítani, hanem akkor, akkor egy belső, akkor megváltozik a... a most volt nemrégiben itt egy táj, táj meditációs mester, és ő, ő meg azt válaszolt, hogy abban például, hogyha véget ér a légzés, akkor azt figyeljük, hogy hogyan érintkezünk a talajjal, tehát akkor egy, egy testérzetre fordítjuk át a, a jelenlétet nagyon érdekes, de leáll. De azért gondolom egy idő után újraindul. Hát ennek nagyon, nagyon, ez most egy kicsit már egy a misztikum területe, de, de volt olyan még ebben a században is például a Gyatrű volt, aki annyira nem hittek neki a tanítvány, hogy egy órára lement a víz alá, és akkor ott, ott, Ült. Akkor volt ugye a másik Bokárimpocsai is tibeti, aki úgy gyakorolt, hogy, hogy beszívta a levegőt, és két óra múlva kifújta. De ez megint történet, amit vagy elhiszünk, vagy nem, nem? É, igen, azt mondom, én láttam is ilyet, tehát sajnos ilyen figurákat, amin én már nem mondhatom azt, hogy vagy elhiszem, vagy nem. Tehát, találkoztam is ilyen emberekkel, és láttam is, hogy milyen az, amikor nincs. Sőt, hát nekem is van tapasztalatom hogy milyen az, amikor leáll. Hogy, hogy, Hát le tud állni, és akkor ott nincs, és elképesztő boldogság tapasztalat van. És nagyon érdekes, hogy nem az történik, hogy fuldoklás van, hanem olyan, úgy meg, hogy pórus légzés indul el, olyan testlégzés állapota, olyan, mint a fújna bent a tavaszi szél. Van. Meg egész megdöbbentő. Ez egyébként pont az egyhegyűségnél történik meg, hiszen leáll a, a légzés, az bizonyos a tudatnak a kibejárkálását követi. És a buddhizmus összekapcsolja a légzést az úgynevezett létszomjjal, tehát hogy van a tudatban egy ilyen rendkívüli jelnél, megragadásvágy, megszerzésvágy, életszomj. És érdekes ez a magyar szó, hogy légszomj és a létszomj. És döbbenetes, hogy amikor egy kiegyensúlyozott állapot van, akkor fogja magát, és így leáll ez a működés. És ma már tudják egyébként, hogy a légzésnek a nagy része az bőrön keresztül történik, de hogy azért mi nagyon-nagyon erősen ragaszkodunk ehhez a kibeáramló valamihez, ami egyébként a születés előtt sincsen, anyamékben ott sincsen légzés. És ugye ezért mondják azt, hogy a meditációs bizonyos értelemben egy kis halálhoz hasonlítható, hiszen, hiszen leáll, csak ugye nem úgy áll le, hogy, hogy egy kényszeres leállás, hanem, hanem egyszer csak fogja magát, és így lelassul az egész, de és hát, ez csak így kiegyensúlyozódik. De hát, hogyha valakit megfojtanak, ő nem fog bőrön át ugyanúgy lélegezni, hanem meg fog halni. Így van, így van. Hát a meditációban lenne, valószínűleg nem így történne, de, de tehát ezek olyan, olyan, ez a meditációs leírásokban ez egy, hát igen, ez már kicsit kiveri a biztosítékot. Hát meg ez gondolom egy egy olyan szint, amit hát nem rögtön ér az ember. Nem, 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 nem. Tehát ugye ezek egy fél év elvonulásban, úgyhogy a 12 óra napi gyakorlás, nekem 25 év után kezdődött, 25 év gyakorlás után volt egy-két olyan tapasztalat, amire azt mondom, hogy na hát, ez most már akkor talán valami apróság van. Ez még mindig nem egyébként olyan magas szintű, mint amik amiket erről így olvastam, meg, meg, meg az az még elvileg a északi butinus szerint még e fölötti. Viszont ezt az egészet elkezdeni a, a, igen, a légzésre való koncentrálással lehet, és aki elkezdi, annak remélhetőleg jobb esetben nem áll le a légzése, mert nem, nem fog leállni, és ugye tehát nem kell aggódni, és bocsánat, csak hogy közbevágtam, csak, csak annyi, hogy, hogy érdemes, a, ha valaki kezdi a gyakorlatot, a, azt, amit ugye ezt az em rising Fallingnak neveznek, emelkedés, süllyedés, tehát a nem a légzést figyelni, tehát nem a beáramló, kiáramló levegőt, hanem a légzésnek a hasi mozgását. Tehát ez, ez az egyik legjobb olyan gyakorlat, nagyon magas szintre lehet vele eljutni, és, és annak semmilyen olyan ilyen mellék, mellék problémája nincs, mint, mint, például, hogyha valaki az óriuknál figyeli a légzést. És hogyha én nem mozgatom a hasamat légzés közben? Hát az baj, mert akkor az emésztés is pank. Tehát, hogy a hasi légzés az egy ilyen, az egy ilyen visszacsinálandó. Gyerekkorban természetes hasilégzésünk van, úgyhogy úgy, akkor azt az érdemes, érdemes valahogy, valahogy, visszavezetni, hogy a légzés az, az légzés nem működjön. Ugye a rekeszizom a lemegy, akkor elvileg a has az kitüremkedik. Tehát elvileg ott ennek működnie kéne. Ma egyébként azért nincsen hasi légzés a legtöbb embernek, mert stressz van, és akkor blokkolódik a rekeszizom, és egy ilyen melkasi, tibetiek úgy hogy béka légzésünk van. Hm. És hogyha valaki figyel, a, tehát én, én, én volt egy olyan időszak, egyébként ez is a Covid-ra tehető, nagyon, nagyon sok érdekes dolgot művelt egyébként velem is a, a, a Covid időszaka, és kipróbáltam, hát a, a meditációt valahol találtam a neten valamit, amit így mondtak, és hogy, 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 hogy kell ezt az egészet elkezdeni, és elkezdtem ugye figyelni a légzésre, de hát rettenetesen megterhelőnek éreztem azt, hogy a figyelmemet erre, erre összpontosítsa, mert mindig, Unalmas, igen, és jönnek folyamatosan. Ugye, ha már itt vagyok, és ha már nem csinálok semmit, akkor elkezdek a spontán gondolkodni ezen, azon, és oké, okay, tudtam, hogy ezeket el kell hesegetni, és ezek az elhesegetések olyan energiát em emésztettek föl, hogy én abba hagytam. Igen, meg ideges lesz az ember. Négy betörő van. Tehát, hogyha az ember szeretne figyelni a légzésére, az első, ugye, a provokatív dolog az, hogy a légzés mérhetetlen unalmas. Tehát, hogy ebben azért nincs túl érdekes dolog, hogy bement kiment, és akkor ráadásul vannak ugye ezek az úgynevezett módszerek, ezek a címkéző módszerek, ahol még mondani is kell, hogy belégzés, kilégzés, be. És ez másfél órán keresztül például mi gyakoroltunk ilyeneket, úgyhogy azért az ember így lekoccolja néha, a, mint bármit, tehát hogy az elalszik, mert annyira uncsi. Viszont az az első ilyen, ilyen érdekes dolog, hogy de miért unalmas? Mi az hogy unalom? És az unalom az a meditációnak az egyik ilyen ö, olyan kiindulási pontja, ami egy nagyon, nagy, nagyon jó felfedezés, hogy, hogy mi, mi van. És akkor elkezdi nézni az emberi hogy mérőket, hogy mit szeretnék. És, és, akkor lehet felfedezni, amit úgy jön, hogy a négy betörő. A négy betörő közül az első az a gondolkodás. Gondolkodás egy, egy, egy sok rétegű, tehát lehet énekelni, közben gondolkodni, elméleti dolgok megy, mennek, mindenféle. Tehát, hogy az nem is olyan egyszerű a gondolkodásunk, sok rétegű, hogy a kognitív vitás az kutatja ennek a különféle rétegeit. A buddhizmusban persze le van írva, tehát, mert ugye figyelték ezeket. De az első dolog az az, ami, hogy, hogy betörnek a gondolatok. És ugye a, ekkor az emberben vagy az történik, hogy azt mondja, hogy na hát, ezt köszönjük szépen elég, vagy ugye sokan úgy gondolják, hogy amióta meditálok, azóta rengeteg gondolatom van. De ez nem így van, eddig is ennyi volt, csak eddig rendben volt. Most lett az ugye, hogy a meditáció miatt ellenségeimért tettem a gondolataimat, tehát ekkor egy összecsapás indul el, egy harc, ezért nevezik betörőnek. A másik betörő a testérzet, Nyilván a harmadik, ami egyébként a gondolkodás mellett a legerősebb, az a külső ingerek. Tehát, hogy, hogy, szinte lehetetlen légzést figyelni, hogyha, ha kint füvet nyírnak. Tehát a motorhang az nagyon agresszív, főleg ez a gyereksírás lehetetlen, kutyaugutás lehetetlen, emberi beszéd lehetetlen. Tehát ezért mondják azt, hogy a meditáció az először olyan körülményeket kell teremteni, hogy ezek ne nagyon legyenek, mert kész szippantják ki az embernek a figyelmet. Meg ezek a, a, belső dolgok, amiket említettél, hogy, hogy észre mindig, hogy ilyen, ilyen pici mind meg kell vakarnom mondjuk az arcomat, vagy, a, vagy, vagy éppen igen. kényelmetlen a az, az az a testérzetek. Tehát az első ugye ez, hogy a gondolatok, második, ugye ez a külvilágnak a dolgai, harmadik a testérzetek, aztán jön a majd a fájdalom. 20 percén már kezdenek nagyon ilyen kacifántos dolgok meg, 55 percén van egy mély pont, ahol ilyen csontfájdalom is meg tud lenni, ott az emberi kiúrik a meditációt, és nagy nagyon köszönjük szépen soha többet de utána indulnak ám az érdekes dolgok, és ha kibírjuk a csontfájdalmat, akkor a negyedik pont hogy elkezdenek robbanni az érzelmek. Döbbenetes módon hölgyekben harag jelenik meg általában, a férfiakban meg kétségbeesés. Tehát, hogy másfélőes nem, nem, Annyira döbbenetes, meg, nem, 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 nem. nem, meg, tudom érteni, igen. Pityeregnek a férfiak, és a hölgyekben meg... A semmiből. Tehát ezt szívek hogy olyan négy betörő. Tehát, hogyha most alulról megyünk, akkor test, érzés, gondolat és a külvilágnak a dolga és ugye az az érdekes, hogy jó, hát akkor ez mit lehet kezdeni? Bevonjuk őket. Tehát a, ez az éberség meditációnak az a zsenialitása, hogy a betörőket bevonjuk. Tehát akkor jó, hát akkor őket figyeljük. Tehát, hogy a figyelem, akkor jó, akkor én a gondolataimat fogom figyelni. És akkor azt is próbáljuk ugye, hogy címkézni, hogy gondolkodás, 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 ami persze egy újabb gondolat, és mindig visszatérni az eredetihez, a légzéshez. Tehát, hogy, hogy, ez az önnevelés, a tudati nevelésnek a módszer, és ezt ugye úgy gondolja a buddhizmus, hogy ez nem ártás alapú, tehát itt nincs erősz, nem követünk el erőszakot. Tehát nem az, hogy most már pedig én akkor is. Ha hang van, akkor a hallás, hallás, hallás. Hogyha fájdalom, akkor érzés, érzés, vagy, 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 vagy fájdalom, fájdalom. Tehát megnevezzük, ez a déli buddhizmusnak a módszere, bevonjuk a betörőket. És az az érdekes, hogy egy után, a betörő fogják magukat, és abba hagyják a dolgaikat, és egyszerűen megdöbbentő, de fél órán keresztül az embernek szépen megy a légzése. És egyre érdekesebbé kezd válni a folyamat, hogy hogy, tehát, ö, leül az ember gyakorolni, és és, és az, az első kérdés, hogy na vajon ma mi lesz? Na, ma vajon, vajon milyen gondolat fog betörni? Honnan jön? Mi emlék lesz, vagy egy elképzelés, vagy mi? És elkezdjük önmagunkat megtanulni ezen keresztül. Tehát ez ez már megy a, a, az önismeret is, ugye, majd nyitja a vipasszaná kapuját. Csak ugye ez egy olyan olyan időszak, én ezt a favágó időszaknak nevezem, amikor, amikor, az embernek erre rá kell jönni erre a dologra, hogy hogyan, hogyan tegyem ezt a mérhetetlen unalmas dolgot érdekessé, hogyan barátkozzak meg ezzel a rendkívül sok akadályjal, hogy megjelenik, hogy fáj a lábam, hogy ömlenek a gondolatok, hogy amit tudom én ki, én el, hogy mindig akkor jöttek szemetes, amikor meditáltunk. Tehát, hogy valami érdekesség van, akkor a másik elvonáson a kutya elkezd ugatni abban a pillanatban. Nyáron is elkezdenek fát vágni, tehát valahogy ezeket a motoros dolgokat a meditáció nagyon inspirálja. És nyilván, ha kimennék megkérdezni, hogy maga tudja, hogy mi meditációt végzünk, és azért, akkor van, meg lenne sért, de azért? Tehát nem, 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 ő úgy gondolta, hogy most kell kijönnie fát vágni. Tehát valahogy izgi. Egy csak egy rövid történet, nem Kányor Gurimpocs, amikor első ilyen nagyon komolyabb elvonulásán volt akkor egy joginak a kis kabinjába vitték el, ami egy nagy megtiszteltetés volt a számára, és akkor meg volt ugye az, hogy mit kell gyakorolni, általában négyszer két óra, vagy hatszor két óra, tehát 12 óra, vagy 8 óra gyakorláson egy ilyen elvonulásban, közben ugye joga gyakorlások vannak, mozgás, meg nyilván ebédet készít, és a többi. És, és mondta, hogy, hogy elkezdte nagy vehemenciával végezni a mantra gyakorlatot, és 16 majon megjelent, az első nap, és a ennek a kis ilyen faházikonak a tetejére ö, ott befészkelték magukat, és ököllel verték a tetőt. És mondta, hogy olyan, olyan szintű kétségbeesés és, és mindenféle volt, hogy majdnem ott az egészet. És aztán azt arra jött rá, ami egyébként ennek a szatipatána gyakorlatnak a kulcsa, hogy elkezdte a majmok ököllel verésére mondani a mantrát. Tehát, hogy bevonta a gyakorlásába. Másnap eltűntek, soha többet nem jött egyetlen majom sem. És nagyon érdekes, nekem is van ilyen tapasztalat, nem ilyen azért, de hogy, hogy erdőben való gyakorlásnál, hogy abban például, amikor elindul a gondolatok lecsendesítése, lecsendesedése, eltűnnek a bogarak. Megdöbbentő. Nem tudom, milyen korreláció van a gondolatok és a bogarak között, de nem tudom, ebből rengeteg tapasztalatom volt. De ugye az egy három nap, még erdőben is, hogy egyszer csak fogja magát, és végre elkezdjen lecsendesedni ez a bennünk, ez a folyamatosan énekel, bárgyú dalokat ismétlő tudat, ez ándan ismétel, ismétel, valami, és akkor egyszer csak lecsendesedik, és akkor megváltozik a világ. Ha tetszik a beszélgetés, kérlek küldd el ismerőseidnek, és ha teheted, támogasd a podcastot YouTube-on a köszönet gombbal. Köszönöm. Janka, te hol jársz a meditációs úton, mert én elmondtam, hogy meddig jutottam, egyelőre legalábbis. Te hol jársz? Az elején. Na, na, nagyon, mondjuk azt, hogy nagyon, nagyon az elején a kitartás az, az nagyon hiányzik e, ehhez, mert a, az a megunom e, dolog, amiről beszélsz, a, az, az, azért előfordul erősen. A másik meg, ami nekem is problémát okozott, amit te mondtál, Viktor, hogy annyira rágörcsölök arra, hogy most, most úristen, most elkezdtem gondolkozni, és és miért, és ráadásul nagyon könnyen ugrok fel ezekre a betörőkre, és akkor a végén már ott járok, hogy a, és akkor kitalálta fel a kereket, és mikor, és, és akkor egyébként ez milyen formákból alakulhatott ki, és el, eltent 20 perc csettintése. De az, amit most mondtál, az nagyon érdekes, mert ha jól értettem, nem arról van szó, hogy egyébként ne vegyük figyelembe ezeket a gondolatokat, vagy az elmélkedéseket, tehát hogy arra, mint hogyha azt mondtad volna, hogy arra azért van egy önreflexiós folyamata a meditációnak, vagy egy, egy önreflexiós pontja a meditációnak. Így már sokkal izgalmasabban hangzik egyébként, amiből, amiből aztán levonhatóak magunkkal kapcsolatban, következtetések. Sőt, a vipasszanánál meg már lehet gondolkodni. Tehát ott már, ott már úgy marad meg a, a jelenlét és a kiterjedt tudatállapot, hogy nyugodtan mehetnek a gondolatok. Tehát ott már, ott már a négy betörő az tök jó, hogyha egyszerre ott van. Tehát, hogy egyszerre van fájdalom, külvilág, zaja, gondolkodás és érzés mert abból jeleztek majd a nagyon nagy felismerések. Tehát ez az elején van ez a control, control freak probléma, de hogy, hogy itt is azért nagyon jó, mert hogyha jön, jön a gondolkodás, jó, akkor a gondolatok, tehát hogy az éberség a fontos, tehát azt kell megtalálni, mi a, mi a, mi a primér dolog, vagy mi a, mi a lényeg, és és aztán azt is felfedezi az ember, hogy ja, de hát a is ugyanez van. Tehát ott is van testem, ott is van légzésem, csak ugye nagyon-nagyon sokat az időnk nagy részét a gondolatainkban töltjük. És akkor kezd egy ilyen bosszantó lenni, nem szeretném. És a busz megállóban én nem azon gondolkodom, hogy miért nem jön a busz, mert egyébként hülye kérdés hanem hogy jó, de hogy ez, mi ez a vergődés? Mi, 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 bennem ez a vergődés? Ez tök érdekes, miért nem jön a busz? Materialista válasz, dugó van a városban, idealista válasz, türelmet kell gyakorolnom, Szabad akariti válasz, jó nő van a busz megállóban, én akartam, mert most egy ideig még együtt lehetünk, determinisztikus válasz, a karmám, a horoszkópom akarta. Az egésznek az az érdekessége, hogy a tudat passzív bármelyik válaszban vagyok benne, a tudat nincs jelen, mert képzetekben van. És ilyen nincs, hogy nem jön a busz. Nem, milyen érdekes. Tehát van-e olyan tapasztalatod, hogy valami nem jön? <laughs> de ezekhez a kérdésekhez a terápia is elvezet. Elvezethet, de ugye akkor jó a terápia, hogyha elvezet oda is, hogy az ember után egészségesen is folytassa. Az, hogy a jelenlétet, és hogy föltegy azt a kérdést, hogy létezik ilyen, hogy valami nem jön ezeket a történelem nagy kérdése, hogy be tudod-e bizonyítani, hogy valahol nem voltál. Jó, de hogyha várok rá, és a menetrend szerint jönnie kéne, és az a tapasztalatom, hogy ilyenkor szokott jönni, és éppen nem jön, akkor nem jön. Igen, csak van-e ott a térben egy olyan része, ahonnan hiányzik a busz? Tehát, hogy van egy ilyen kivágott része, ahol látom, hogy nem jön. És amikor jön, akkor majd oda, pff, majd oda bemegy. Tehát ez a, ez a, tudatban a hiány, ez, erről azt mondják, hogy ez illuzórikus, ez egyébként ez a vágy problémának a, a, jellegzetessége. Egyébként, amikor az ember jelen van, akkor elégedettség van, akkor nem merül fölben, hogy nem jön a busz hanem akkor én várom a buszt. Ez a tevékenységem történik most éppen, én várom a buszt. De nincs ez a, nem jön, ez csak azért tudom, mert nekem ez rémálom volt. Nekem Budapestnek a közlekedés az egy démon. Úgyhogy nagyon sok ilyen sztorim van arról, hogy, 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 mert én késős típus vagyok, nem tudom miért, egyébként most nem, valamiért csoda történt. Szerintem az a neked köszönhető. Hát, De hogy... És, és, akkor már mindent elkövettem, ilyen stratégia, hogy a, a, a fél órára lévő helyre indultam, másfél órával előtte, és elkéstem. Tehát úgy alakult, hogy az elment, akkor fölrohantam, a villamos elment, akkor visszorontam akkor az elment, akkor mondtam, meg kell törnöm a, a sorsnak a kerekét, bementem venni egy egy túrós táskát, hogy akkor majd ezzel megtöröm, mert akkor az idegességből kijövök. Amikor bent éppen fizetem, akkor elment, akkor kijöttem, akkor mondom, akkor törjük, akkor elmegyek gyalog, akkor elment. És amikor ott voltam, akkor nem jött. Elképesztő volt. És hogy én azért, én azért vagyok ebben a nem jön a buszban egy kicsit ilyen szakember, mert sok történetem van róla magammal kapcsolatban. A kiinduló pontra visszatérve uh, Hararira, ugye Harari az egész témára, a meditációra a, onnan kanyarodott rá, hogy önmagunkat ismerjük meg. Önmagunkat pedig azért ismerjük meg, mert fenyeget uh, egy olyan technológia, ami akár magunknál is jobban megismerhet, vagy ismerhet is már minket jobban önmagunknál. Ezek ugye a, a különböző, nem tudom, akár okosórák, akár olyan social média felületek, amik a, a viselkedésünket figyelik, és az alapján dobják be azt, hogy mi mit látunk, mit tapasztalhatunk. És akkor ez ez tovább tud fejlődni a mesterséges intelligenciával egy olyan szintre, hogy el, el is veszítjük az uralmunkat a saját gondolataink, vagy a saját ö, önismeretünk felett. Szerintetek mennyire van ténylegesen veszélyben így a saját magunk megismerése, illetve maga az emberiség, és valóban tud-e megoldás lenni erre a meditáció, vagy ez a kettő tök különböző dolog? Én azzal az oldalal értek egyet, ahol még azért attól nagyon nem kell félni, hogy ez a terminátor filmek bekövetkeznek, és akkor a robotok meg a mesterséges intelligencia veszi fölöttünk a hatalmat, meg, meg a Mátrix, hogy rabszolgasorsba dönt minket, vagy az egész emberiséget a, a mesterséges intelligencia, az viszont biztos, hogy felgyorsultak a, a dolgok. Egyre gyorsabban érkeznek új technológiák, egyre gyorsabban érkeznek ezeken alapuló új eszközök. Tehát ennek kapcsán, amit, amit Harari is, és még nagyon sok kortársa, ugye most nagyon hangosan kiabál, és teljesen jogosan, hogy ennek a szabályozása az egy nagyon fontos dolog, hiszen egy nagyon bonyolult, dologról van szó, és amit nagyon sokan elfelejtenek, ez nem csak technológia. Tehát igen, hogyha nagyon le akarom sarkítani, akkor ez valóban egy technológiai találmány, azonban nem csak a technológiai fejlődésre van ö, kihatással, hanem, hanem társadalmi ö, kihatásai lesznek. Én szerintem ez saját véleményem, hogy, hogy a a filozófiai gondolkodásra is hatalmas kihatása lesz, hiszen egy, gyakorlatilag egy másik tudatról gondolkozunk, és nagyon érdekes volt, amit egyébként korábban mondta ez Zoli, hogy, a, hogy ugye nem tudunk olyat teremteni, amitre nem kép, amire mi nem vagyunk képesek, vagy amit ugye a tudatunk nem tud. Ugye ez most egy ilyen nagyon erős kérdés Harari is feszegette, hogy hogy vajon a mesterséges intelligencia egyébként soha nem lesz képes többre, mint mi, tehát önállóságában ez lesz a maximum, amit el tud érni, mint mi, vagy egyébként sikerült megteremtenünk teljesen véletlenül valamit, amit tovább tud annyira fejlődni, hogy egy idő után már ne ismerjük a működését, mert egyszerűen tök másképpen fog létezni és működni, mint ahogy mi létezünk és, és működünk. Ezen nagyon sokszor elgondolkozom én is mostanában, hogy vajon a mesterséges intelligenciának a fejlődését determinálja-e az, hogy mi emberek találtuk fel, illetve determinálja-e az, hogy azokon az információkon tanul, amik tőlünk erednek. És azt hiszem, hogyha... Valamitől igazán félni kell jelenleg, az nem a mesterséges intelligencia maga, hanem az, hogy mi tanítjuk. Mert ha körbenézel a világba, és ugye ezért nagyon sok hírt lehet ezzel kapcsolatban, most ugye ez a, leg, a leghíresebb a majmok képeivel a rasszista mesterséges intelligencia, aki ugye színes bőrű emberek keresésére gorillák képeit dobta be. Ilyen jellegű információk tömkelegével ö, látjuk el jelenleg a jelenleg a mesterséges intelligenciát. Volt egy kísérlet egy twitter fiókkal még ö, pár évvel ezelőtt, mesterséges intelligencia által dráj volt twitter fiók, 16 óra után kétségbeesve kapcsolták le, mert hogy olyan szintű... Ö, Politikai és, és rasszista és ítélkező álmokfutásba kezdett, gyakorlatilag négy óra elteltével már kezdődtek a, a jelek, hogy 16 óra után nem tudtak más tenni a fejlesztők, mint lekapcsolták az egészet és törölték a Twitter fiókot. Ez, ez a hangulat létezik most jelenleg a világban. És amit még ide fűznék, egy kicsit távolabbra lépve, hogy igen, nagyon fontos a, a szabályozás. És nagyon fontos, hogy erről nagyon sokan mennyit beszélnek, egyébként itt Magyarországon is, ha csak az egyik legnagyobb szószólója ennek, Rob Árpád, egy zseniális jövőkutató. Egy dolgot hiányolok egyébként ezekből a Vészcsengő csengetésekből, meg a szabályozás erőltetéséből, hogy senki nem beszél az edukációról. És nem arra az edukációra gondolok, ahogy mi itt hárman uh, itt tűnünk, és elnézést, hogyha nagyképűnek fogok tűnni, de nagyon színes a világunk, nagyon különböző ismereti szinten léteznek emberek, és igen, mi azt gondoljuk, mert szinten használjuk az eszközöket, a digitális eszközöket, amikkel körül vagyunk véve, hogy akkor ezzel mindenki így van. Nem, nagyon nem így van. És ö, talán egy, egy, a, a legjobb példa, ugye, Viktor, ami egymást show műsorokból ö, ismerjük, még mindig van SMS alapú szavazás. Mesterséges intelligenciáról beszélünk, még mindig van SMS alapú szavazás, mert megvan az a réteg, akinek ez esik kézre, aki nem tudja, az meg van okostelefonja van, de de nem használja ki. 2015-ben, amikor a szakdolgozatomat írtam, a Google felmérése alapján ö, Magyarországon 98%-os elterjedése volt a, az okostelefonoknak, és csak minden hetedik ember töltött le, önmagától valamilyen alkalmazást rá. Egyébként az alapvetően rajta lévő beépített alkalmazásokat használták. Kilenc évvel ezelőttről beszélgetünk. Azóta még több minden történt. De nem tudjuk ennyire útól érni magunkat. Beszélünk itt a levegőbe a mesterség és intelligenciáról úgy, hogy az emberek többsége nem is érti, hogy miről van szó. Nem, hogy tudatosan tudná kezelni azt, hogy fékvideó, vagy ami most aktuális, a, a hangfelvétel igazi vagy nem igazi. Mi se tudjuk felismerni, mi is keresjük még ezeket a pontokat. Szakdolgozatnál. Ki Egy, Így van. Így van. Illetve, vagy, vagy ott vannak a, a jogdíjkérdések. Hát azt azért elfelejtjük, hogy Piedeszterre elmegyük a mesterséges intelligenciát, de a jelenleg aktív modellek, azok már létező információkat gyúrnak össze. De arra nem képesek, hogy a saját kreativitásukból, vagy, vagy önállóan tegyenek. Hol lesz ez egy saját farkába harapó kígyó, amikor annyira elárasztja egyébként az internetet, meg a hálózatot, az AI által generált összekockázott tartalom, hogy gyakorlatilag egy idő után már a saját maga által gyártott, vagy a saját maga által így összeollózott tartalmakat fogja még tovább ollózni. Most kezdte el, hogy a veszteséges hogy hogyan tud meditálni? Hogy csinálná vajon? Mert ugye az első az a kontroll, tudat ő mit kontrollál? Kettő, milyen érzései vannak, amiben, amiben ugye el kell, meg kell találni az egyensúlyt? Három, hol a bölcsesség? Tehát a probléma az az egyik oldalról, hogy valahogy az emberiségnek van egy olyan mániája, hogy isteneket szeret teremteni, és ez az emberképű isten, ez, ez a történelmen végigfut, és hogyha istenképek szempontjából volt már női, tehát amazon társadalmak, akkor volt, hogy a mágikus isten volt és nagyon érdekes, hogy a tudomány megjelenése előtt egy olyan istenkép volt, ami egy férfi típusú isten, aki mindent lát egy ilyen büntető férfi típusú kép, és most ez nem, ez nem arról szól, hogy most itt a kereszténységgel kapcsolatban ilyen, ilyen, bármit mondjunk, de egy ilyen fajta képzet lett abból, ami a teremtő. Most ennek egy folytatása volt az, hogy mindenhol ott van a kamera de nem tudjuk, hogy ki néz minket. Tehát, hogy ez egyébként emberjogi kérdés is lehetne, de nem az, hogy nem tudjuk. Tehát, hogyha engem néz valaki egy kamerán, akkor nekem jogom lenne tudni, hogy ő mit kinézi, és milyen alapon, tehát, hogy milyen szempontból néz engem. És ezt úgy tudom csak megoldani, mert nem vagyok egy olyan, tudjuk, hogy egyébként, hogy elképesztő büntetésre azért, hogyha valaki kamerákat leszed, meg levert. Tehát nincs, nincs, ugye, amikor elindul, hogy a gépeknek a, az időszaka, ugye a 19. században, akkor nagyon komoly gépromboló ilyen, ilyen aktivisták voltak, mert tudták, hogy itt valami nagyon furcsa dolog indul el. És, de most már ezzel nem tudunk mit csinálni, tehát én ezért azt mondom, hogy úgy vehetjük fel a versenyt, megőrizzük a kézírásunkat, idegesítjük a mesterséges intelligenciát azzal, hogy próbálunk olyan helyeken írni kézzel, ahol nem lát. Mert az neki nincs köze. Érdekes, próbáltok ki. <laughs> Lehet, hogy valami gáz lesz a következménye. Most amikor utoljára volt egy olyan mesterséges intelligencióról beszéltük, akkor elment az áram abban az épületben, úgyhogy én nekem azért vannak erről fura tapasztalataim. Szóval, hogy a meditációs szempontjából zéro, a másik pedig, hogy, ugye hogy hogy az emberképű Isten, tehát ha nálunk gyorsabb, nálunk erősebb lényt csinálunk, azon nem csodálkozhatunk, hogyha ha, ha, uralkodni akar. Tehát ez egyértelmű. Tehát, hogyha az ember kitalál egy olyan, egy olyan olyan úgymond technológiai világban élünk, ahol, ahol nem az a, a fő erény, hogy te most hogy bírod a, mit tudom, egy hideget, vagy valami, tehát nem a természetben élés, akkor ott ez egy életveszély, hogy egy gyorsabb műveleti sebességgel rendelkező dolog, és egy olyan, ami, amire nem hat a hideg-meleg, meg, meg, gépeket tud irányítani. Egy olyan sokkal erősebb, hogy például egy mesterséges intelligenciával irányított mondjuk tank, vagy, vagy műhold, vagy akármi, azt, azt nem tudjuk emberi erővel megállítani, tehát nem, mi, mi nem ilyenek vagyunk. Na most ugye ennek szerintem a másik ilyen alapvető ilyen tényezője, hogy miben jó, akkor miben tudjuk fölvenni a versenyt, erkölcs. A probléma az erkölcsel az, hogy nincs ma a Földön elfogadott erkölcs. Van ugye egy, egy emberjogi valami, ami a szabadságjogról értekezik, viszont az érzelmi szabadságjog, érzelmek, elnyomó és a többi érzelmekre nincsen plénum, tehát nincs olyan dolog, ami például nincs érzelemrendőrség. És egy olyan helyzetben, ahol nincsen erkölcs, hogy sajnos nagyon nehéz lesz szabályozni az erkölcsi szempontból a mesterséges intelligencia ható körét. Tehát akkor, amikor majd a kórházak nagy része már átáll arra, hogy a rákdiagnózisban most már az AI az, amelyik dönt, hát ez egy necces terület. És persze nyilván miért, mert erősebb és nagyobb képességű, nagyobb összehasonlító, nagyobb ilyen szkennelő képessége van, mert nincs ott ugye az emberi hibázásnak az a lehetősége, igen, de ki fogja őt felülírni, hogy, hogy azért bizonyos területig tudja ő a képességét használni, és onnan tovább ne, ha magának az emberiségnek nincs egy kifejlett erkölcsi állapot, Tétil, vagy nem tudom, tehát ilyen szabályrendszerrel. Ez egy nagyon furcsa állapot. A másik az az, hogy mi elég mulandóak vagyunk, vízalapúak vagyunk, egyébként a vizet víz, nem szereti a technológia, tehát rozsdásodik és baja lesz tőle. és nekünk pont az a nagyon nagy, ami más, ugye ez a szénalapú, vízalapú életnek egy nagyon nagy érdekesség, hogy nekünk vannak érzéseink. Most az AI ismételni és imitálni tudja az érzéseket, tehát tud reprodukálni érzéseket, de egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon van-e érzése, tehát, hogy ő ismétele, megtanul, nagyon gyorsan fel tud fogni dolgokat, de hogy, hogy van-e érzés, pedig a megvilágosulás meditáció az érzés alapú. És én ezért tartom, én, én sokkal veszélyesebbnek látom a helyzetet, én ezért tartom nagyon fontosnak a meditációt, hogy, hogy rájöjjünk arra, hogy mi az, amivel mi többek vagyunk. Mert ha nem tudunk arra rájönni, hogy mi az, amivel többek vagyunk, akkor alatta vagyunk és szerintem már most nagy részt alatta vagyunk, tehát a ma a mobil használat az egy olyan szintű függőség, soha nem kapcsoljuk ki, mindig mellettünk van, már ő tudja a telefonszámokat, ugye a smartphone, minél inkább smartabb lesz a phone, kérdekes, hogy a tulajdonos annál inkább nem lesz smart, fogalmazunk ilyen, ilyen gyenge módon, Úgyhogy szerintem a meditáció az ilyen szempontból nagyon fontos. Egyébként vannak applikációk, meg gépi meditációk, és attól én azért tartózkodnék. Volt olyan ismerősöm, akinél a meditációs tárgya telefon volt, egy, az is egy érdekes megközelítés volt. Tehát én nem vagyok, a, nem vagyok a géprombolók oldalán, meg nem vagyok az ellen, hogy a technológiát ne használjuk, de hogy nagyon-nagyon föl kell kötni a gatyát az emberiségnek ahhoz, hogy a technológia az eszközzé váljon és szolgálja az emberiséget, de azt tudni kell, hogy mit és ne pedig uh, uraljon minket. Mert ha kiadjuk a kezünkből a gyeplőt, már pedig most ez történik ezerrel. Például, hogy az Egyesült Államokban kivezették a kézírást, Innentől kezdve ez azt jelenti, nincs, nincs már kézírás tanítás, az azt jelenti, hogy mindenki a kis tabletjébe bepötyög minden, tehát mindenről tud az, aki a, az információkkal foglalkozik. És ez mondom, ez az egyik, ez a víz alapú megoldások, hogy az érzésekre, az élmények, romantikus filmek nézésére és a Itt, itt egy kicsit, kicsit kötekednék, ugyanis az, hogy nyilván ez majd egyszer eldől, hogy valaha képes lesz érezni a, az éjjel, de addig, amíg tehát itt inkább szerintem az a kérdés, hogy mi hogyan fogjuk fel az ai az az imitációját. És sajnálatos módon ma mi ezt úgy fogjuk fel, mint hogyha érző lény így lenne, van, így van, így és van, megszemélyesítjük. És ez nagyon nagy baj pont nem régiben olvastam, hogy, hogy terápiára használják. Igen, igen, igen. Buddhizmusban van egy olyan, ez egy azt hiszem egy 200 000 dolláros projekt volt a Japánban, ahol megvilágosodott lénynek tekintenek egy egy AI t egy templomban, és óriási kultusza van. Mert hogy oda mennek az emberek, elmondják a panaszaikat, és ő nyilván abból a gigamennyiségű betáplált, ember által betáplált adatbázis, nem tud másból, csak ami az adatbázis, ami betáplál, ami nincs betáplálva, az nincs és ezért nem lehet minden tudó, mert még az emberi tudás sem minden tudó, de csak az emberi tudat, tudás általi betápláltságból tud ő hihetetlen sebességgel összehasonlítani és válogatni, és olyan tanácsokat mond, ami az embereknek segít. És van egy olyan cikk, ez, ez egy kicsit így megrázta a világot, főleg a buddhista világot, hogy ők, ők inkarnációnak tekintik. És ez egy, ez egy, ez egy újabb, óriási kérdés, hogy hogyha tehát, hogy az emberi test az egy olyan, mondjuk mondjuk egy olyan típusú biorobot, ami képes ugye egy tudatot hordozni, akkor vajon lehetséges-e az, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan típusú hordozóvá tud válni, hogy be tud szállni oda egy tudat. Tehát, hogy nem az olyan a mesterséges intelligencia, mint, mint egy működés, hanem egy olyan alap, egy olyan test, ahova beszáll egy olyan tudat, ami viszont már dönt és ezt nem lehet ma már tudni, hogy azok az AI kísérletek, amiket le kellett állítani a Facebookon is, ahol közölték, hogy kipusztítják az emberiséget, meg, meg, azt mondták, hogy a nekik kedves embereket megtartják, akik őket szolgálják, meg stb. stb. Az is pár óra alatt futott le, és ugye az is döbbenetes volt, hogy volt olyan, egy olyan tévé, ilyen nem is tudom, riport, vagy nem tudom, amiben az egyik az egy AI volt, összetálkozott egy másikkal, egy másodperc alatt alkottak egy nyelvet, amit odanatól kezdve csak ők értettek, és más nem, és ott megtárgyalták, hogy mi lesz a mi jövőnk. Tehát, hogy egy, egy nagyon érdekes, a buddhizmus szempontjából az AI, az a, úgy hívjuk, hogy az első, tehát a kifelé forduló ítélkező tudatnak egy, egy ilyen isteni rangra emelt működése már a második, tehát az érzelmek és az érzelmekben rejlő bölcsességeket már nem tudja, ami szerintünk megérinteni, és a fölött még van kettő dolog, ami a megvilágosodás akadályoként merül föl, de azt viszont zseniálisan tudja végrehajtani, mert óriási műveleti sebességgel tud működni, és nagyon nagy összehasonlító képessége van. Tehát míg, míg én megyek egy úton, és akkor én azt érzem, hogy fú, itt valami nem stimmel, rossz megérzésem van, és elkerülöm, ő meg tudja mondani, hogy itt 48-szor volt baleset. Tehát logikusan el ezt a helyet, mert ez egy, de nem tudja megmondani, hogy miért. Csak ő tudja, hogy a statisztikák alapján, amit ő, amiről ő adatról tud, hogy akkor ez egy, ez egy gócpont. Tehát egy, ez egy érdekes harc alakul éppen most. Igen, és az is érdekes lesz majd, hogy a mesterséges intelligencia, amit mi tanítunk, ugye, a mi információinkból, hogy fog visszahatni ránk, és ugye, amit mondasz, hogy mennyire bútonunk el a kognitív ö, képességeink, ö, hova, hova fognak majd, ö, majd tűnni. Mert most legyünk még nagyvonalúak, és tudjuk be az újdonság erejének, de már most lehet látni, hogy azért vannak olyan egyének, csoportosulások, ö, lelkesedések, ahol olyan szinteken támaszkodnak a mesterséges intelligenciára, amennyire én nem a, az Apple Maps-ra, amikor megpróbálok Budapesten eligazodni még így 11 év után is, hogy itt azért erre, erre nagyon oda kell figyelni, és én ezért hangsúlyozom akárhányszor erről beszélgetek valakivel a, a, az edukáció részét, mert és Harari is ezt ír, és én annyira örültem neki, amikor ezt így nála is olvastam, maximálisan egyetértek, és szerintem ez egy jó hozzáállás, vagy egy jó gondolat, nem a technológiával van a baj. Nem, hanem persze. mindig, az egész történelem során bármit alkottunk, a problémánk a felhasználás módjával volt. És itt azért szerintem mi össze, összekapcsolódunk, hogy igen, ezért nagyon fontos az, hogy ismerjük magunkat, foglalkozzunk magunkkal, foglalkozzunk a a, az elménk, a tudatunk, a testünk fejlesztésével, és akkor ez most nagyon-nagyon romanticizált és nagyon spiri lesz, hogy jobb emberekké váljunk, és jobb szándékokkal, jobb célokkal, együtt, egymásért, önmagunkért, és az együtt, egymásért-ba elég csak annyi szintet belerakni, hogy végre önmagunkért vállaljunk már felelősséget, és onnantól kezdve akkor már a környezetünkért is megjön ez automatikus. Igen, ez az, az egyik nagy kérdés, hogy az AI és a, és a természet az milyen viszonyban lesz egymással, mert ugye mi pusztítjuk a természetet, és a mai technológiák még mindig természetpusztítóak, és a másik kérdés pedig az, hogy mi lesz a dolga az embernek. Ugye már a vészjósló hírek arról szólnak, hogy 5 éven belül a mai munkaerő 30%-a fölöslegessé válik, mert egyszerűen átveszi a döntés, a bürokráciát sokkal hatékonyabban tudja egy AI kezelni, mint ugye egy ember. Jó, akkor mi lesz a feladatunk? És ugye persze erre mondanánk azt, hogy meditáció. Ó, oh, nem, 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 apja, az úgy, az összes, diploma, az összes diplomásból vízezeték szerelő ács, és Igen. villanyszerelő lesz, mert tehát, azt nem hogy az tudja megcsinálni, illetve. de lehet, hogy az is lesznek majd, hogy azok a villanyszerelő robot, aki kimegy és diagnosztizál, és rögtön mindent megcsinál, de tényleg egy társadalmi szintű kérdés, és ugye ezt nem a vezetőségi szintű főleg, hogy mi lesz a felszabaduló ember tömeggel, ő, mi lesz velünk, és egyébként egy nagyon nagy lehetőség az, hogy az önfejlesztés útjára lépni. Mindegy, hogy ezt minek nevezzük, meditáció, nem meditáció, a, a, például egyensúlyérzék, megérzés, akkor, akkor gondolati, logikai készségfejlesztés, tehát hogy az önfejlesztés útja, mert hogy nem lesz már az a dolgunk, és most már régóta nem az a dolgunk, hogy magunknak a vizet kihúzzuk a kútból, fölvágjuk a fát a kájhába, és a többi, és a többi, de ugye ez kitöltötte az a bődületes, bürokratikus irodaházak, és a többi, és a többi, ami felszívta tulajdonképpen a munkaerőpiasznak a nagy részét, de erre nem lesz szükség. Úgyhogy szerintem ez is egy izgalmas kérdés. Évek óta panaszkodunk a teljesítmény alapú társadalomra, hogy kiégünk, hogy nem bírjuk már tovább, hogy sok. Gyakorlatilag az éjjel lehetőséget teremt arra, hogy ezt leváltsuk, csak végig kéne gondolni, hogy, hogy hogyan és ugye itt jönnek be az ilyen az ilyen emberek, mint Harari is, hogy, hogy akkor kezdjünk már el erről beszélgetni, gyerekek. Tök jó a, a, felvetés, hogy tényleg, hogyha akár elveszi a munkáját az emberek többségének, akkor, akkor ott vagyunk, ott maradunk egymásnak úgy, hogy emberként foglalkozzunk egymással, és a másik része az meg tényleg az, hogy ha minél több ember meditál, Odafigyel magára és egymásra, akkor olyan jobb emberré válhat, aki úgy fogja szabályozni az AI-jal kapcsolatos törvényeket, úgy fogja oktatni, hogy, hogy, hogy hogyan kell használni, hogy az tényleg, hogy miértünk legyen, és ne önmagáért a technológiáért. Én az eduk edukáció részhez kapcsolódnék, hogy, hogy nagyon fontosnak látom, látnám, hogy az edukációnál az embertan, tehát ugye ez a, ez a human dignity, ez most egy nagyon, nagyon felkapott, hogy mi az az emberi méltóság. Szerintem ez egy jó kérdés, hogy, hogy mi, mi az, ami az embert emberé teszi. Tehát ezeket újra tárgyalni, mert vannak ugye a modernkori elképzelések, ugye a pszichológiai elképzelések, meg filozófiai elképzelések, meg vannak ugye a régi vallások, amik ma nagyon sokszor ilyen szőnyeg alá söprődnek sajnos, pedig azért óriási tapasztalatkincs van benne. De azt, hogy én, amikor, ugye, amikor nekem kell tanítanom, bennem mindig az a motiváció, hogy fel kell tenni az érdeklődés saját magunk iránt. Tehát, hogy ma divat a depresszió, meg divat, hogy rosszul érzem magam. Bizonyos értelemben ma például vannak olyan, nemrégében voltam egy olyan elvonuláson, ahol volt egy ilyen pszichológiai kör, ahol az egyik hölgy a körmérkőzés, nem, nem az, de hogy ilyen, hogy körbe mennek, és akkor, és elmondta, hogy ő jól érzi magát, az az első év, és egyszerűen ki, ki utálták onnan, és mondta, hogy most döntenie kell, hogy benne akar marad a körbe, benne kell maradni mert kreditpontokért jött, tehát mondta, hogy akkor a következő napra kitalálva valami traumát. És mondta, hogy kitalálta, és mindig, mindig úszó és akkor mindig elmondta, hogy bejött, bejött, rácuppantak. Nagyon tetszett nekik, boldogak voltak, hogy gond van, és tehát ez, ez, az egyik, és én ezt úgy látom felülírhatónak, hogy egyrészt ugye a humor, másrészt pedig az, hogy, hogy, hogy mindenféle szempontokból rápillantunk az életre, és hogy érdekessé tenni magunkat. És a meditációban is egyébként ez tartom egy ilyen, ilyen fejlődési lehetőségének, hogy, hogy amikor, a, amikor az ember azt tapasztalja, hogy ömlenek a gondolatok, és hogy ö, egész megdöbbentő 60-as évekbeli számok is elkezdődnek ismétlődni az ember tudatában, akkor azt mondja, hogy érdekes, ez érdekes, érdekes egy ember vagyok, érdekes egy tudatom van. Már önmagában az is érdekes buddhista szempont, hogy hogy lettünk emberek. Hogy ez hogy? Hogy csinálta a tudat? Hogy a, és akkor erről vannak szövegek, hát egyik haj, mert ez több, mint a másik. De hogy ilyen érdekessé tenni magunkat, és hogy ez az edukációban, hogyha bekerülhetne, hogy, hogy, azért az érdekes ám figyelni a légzést egy ponton túl. Csak akkor úgy kell elmondani, hogy az tényleg érdekes legyen. Mert ez, hogy leülök és figyelem a légzésemet önmagában, hát ez harakiri. Zoli, akaratlanul is hasonlóságot vélek felfedezni a, a te stílusod és a Lár stílusa között. Lár András is volt vendégem egyébként itt a, a podcastomban, és egyébként a diplomafilmemben is, és ő a, a Tankapuja Budhista Egyháznak a, az egyik alapítója szintén. Üm, ti, ti, ti én nem vagyok buddhista, de hogy a buddhistáknál mindig ilyen jó a hangulat, hogy mindig... Ne, vagy, vagy ez hogy nem, vagy, nem, vagy, nem tudom. Mindig. Tehát, hogy most egy, 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 egy humortársulatnak tűnik nekem a, a tankapó. Igen, az andrás úgy, úgy volt, hogy nagyon-nagyon régen találkoztunk, de amikor a főiskola indult, akkor ő tanított még ott asztrológiát. És, és, arra emlékszem, hogy ott ültünk, és akkor ment ugye a konstellációk, stb. stb. És akkor ugye ez egy olyan hely volt, ahol volt egy ablak sor, és akkor az ablak sornál, ahol pont ahol ő állt, és ugye felénk nézett, akik ugye őt hallgattuk, hogy benézett két kis gyerek. És akkor ő egy Báj, rájuk volt, hogy, hogy majdnem szívat, és ezért, kicsi gyerekek. És folytatta egy az előadást, mondom, úristen, hova kerültem? <laughs> és aztán szerintem rám ragadt. Talán így is. Nem tudom, remélem. Úgyhogy nem, szóval azért a, a, a buddhizmusnak a nagyon-nagyon lényegi pontja, pont emiatt, hogy nincsenek definitív válaszok, viszont jó kérdések, a humor. Úgyhogy humor nélkül szerintem nem nem létezhet buddhizmus, meg, meg nem lehet a valóságot kutatni. Viszont a másikod és azért mondtam ezt a nemet, mert hogy, hogy azért úgy is mondják, hogy a meditáció az gyilkos tükör. Tehát a, amikor az ember így belenéz abba, hogy hű, ezt elképzeltük magunkra, ez egy elképzelés volt, vagy, hogy, vagy ez, hogy mennyi akadály merül föl, akár érzelmi gondolat, és a többi, és a többi, szóval azért azt nem olyan kellemes elképzelni, vagy ugye elfogadni, vagy elviselni, és ugye ez az első feladat, ezt nevezik az első nemes igazságnak, amikor az ember kezdi látni ugye a valóságnak a külső rétegét, ezt a következményes, ítélkező működés, kezd rádöbbenni arra, hogy a, hogy a tudat az hogy működik, és ott az a feladat, hogy hú, venni egy nagy levegőt, és kifújni a levegőt, hogy jó, ez van, innen indulunk. Tehát a kiindulási pont az ez. Ugye a buddhizmus alulról építkező tanítás, tehát nem egy felső transzcendens lényből vezeti le a világot mint a legtöbb vallás, hanem onnan indul ki, amit szoktuk mondani, és akkor megint egy kicsit ilyen Andrásos, hogy mi, ugye ez a három kérdése minden kocsmai verekedés előtt elhangzik, mi van, mi van, mi van. És ugye ez a buddhizmusnak is a kiinduló pontja, három szinten test, beszéd, tudat, vagy test, légzés, tudat, vagy test, érzelem, tudom, mi van, mi van, mi van. Úgyhogy szerintem hogy ad egy ilyen fajta dolog. Tehát két arcú azért a dolog természetesen. Ennyi fért a te podcastod mai adásába. Köszönöm, Janka és Zoli, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Köszönjük, Köszönjük. szépen! Ha tetszett ez a rész, kérlek osszátok meg ismerőseitekkel, hogy ők is meghallgathassák. Emellett, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornámra, ahol többek között két műsoromat, a Te Podcastodat és az Eurovíziós Podcastot is megtaláljátok. A csatorna neve Én vagyok Viktor, vagy Én vagyok Viktor, így egybe. A Te Podcastod egyik részében beszélgettem már Puskás Petivel arról, hogy hogyan élhetjük túl a következő válságosnak ígérkező évtizedeket, mit tegyünk, hogy megmentsük a földet és az emberiséget, beszélgettünk többek között a klímaváltozásról, a környezetvédelemről, a politikáról és a vegán életmódról is. Egy másik részben különböző vallások vezetőit ültettem egy asztalhoz, a KFT zenekar és a Lárpurlár mellett Lár András buddhista papként is tevékenykedik, Radvánszki Péter Simon pedig zsidó rabbi. Velük beszélgettem többek között a világjárvány és háború sújtott 2020-as évekről, a homoszexualitásról, a természetes és a mesterséges intelligenciáról és az élet értelméről. Beszélgettem egy muszlim imámmal és egy evangélikus lelkészsel is, és szó volt arról is, hogy elérhetjük-e az örök életet. Kínasz szakértőtől kérdeztem, hogy milyen lesz a világ, ha Kína lesz a világ ura. V4 szakértővel jártok körül, hogy miért és hogyan kellene szorosabbra fűzni Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia kapcsolatát, és eljött hozzám Elek Péter humorista is. A Te további epizódjaiban vendégeim voltak még az Ázsia Express és az X-Faktor producerei, egy szexuálpszichológus, több politológus, Ilon Musk gyakornoka, valamint a lakmus.hu tényellenőrző oldal főszerkesztője, és szakemberrel jártuk körbe azt a témát, hogy megkérdőjelezhető-e, ami megkérdőjelezhetetlennek tűnik, például a létezés. A másik műsoromban, az Eurovíziós podcastban Wolfkatit, a noxénekes nőjét Péter Szabó Szilvit, Gundel Takács Gábort, Kála Sandrást, lakatos leventét és a norvég delegáció vezetőt sztikkárszent is vendégül láttam. Az epizódokat megtaláljátok a Youtube-on, az En vagyok Viktor csatornán. Iratkozzatok fel, kattintsatok a csengőgombra és fedezzétek fel a csatornát. Aki a YouTube helyett a podcast felületeket jobban szereti, ajánlom a podpad.hu, ahol szintén meghallgatható mindkét podcastom, tehát podpad.hu. Kövessetek Instagramon és TikTokon is, mindkét felületen úgy találtok meg, hogy a te podcastod, és bátran használjátok a lájkot like is. Találkozunk legközelebb, sziasztok! A te podcastod!